szívesen úszom ki hozzá. Te törvény vagy, én lázadok, te a kérdőjeleké meg a válaszok. A szél csendben és hullámzom, de mikor beszélek, te csak magad hallgatod. Téged nem érdekel már az, hogy mit mondok.
she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Jó reggelt! Első, 8-a, 15-e. Akkor már 17-e van. Ma május 17-e van, és kedd. A pontos idő 3 perc múlva lesz. Reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János. 14 éven aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Tegnap hosszasan beszélgettem Lubenbei Norberttel, ami hihetetlenül érdekes volt. Részleteket a felhőben találnak. Sok minden megmaradt bennem, belőle is, meg ahogy én reflektáltam rá. Ami most foglalkoztat,
egyebek közt, az, hogy az ember milyen konfliktusokat hogy old meg, milyen kompromisszumokat köt, és ezek a kompromisszumok, ezek hogyan dolgoznak benne. Semmilyen kompromisszum nem marad következmények nélkül. Egyáltalán az valami egészen hihetetlen, hogy egy olyan országban élünk, ahol következmények nélküli országról beszélnek, elnézést a szóismétléséről, miközben olyan, hogy következmények nélküli ország olyan nincs. Nem győzöm hangoztatni, hogy mindig arról van szó, vagy az esetek zömében, de igen magas százalékában, hogy nem az a következmény, mint amire valaki számít. De következmények nélkül nem lehet létezni. Olyan nincs. Hogy hogyan tudott ez nálunk elhíresülni, rejtély. Általában a tegnapi jó idő már nem folytatódik, felhős az ég, hideg nincs, és kedv van. 30 fok nem lesz, de lehet, hogy 25 fok lesz, holnap meg 20. Tavasz van. 061-712-42. Nem állítanám, hogy pontosan ezt akartam mondani a tegnapról, de most ennyi jött ki belőlem, aztán folytatom később. Azt minden esetre itt osztom meg önökkel, hogy miközben permanensen foglalkoztat a Kejfej Jancsi hajóórának elfordítása, ugye permanensen ott van az a kérdés, hogy vajon ne legyen-e a műsor egy YouTube csatorna önmagában, vagy hogy ne legyen-e podcast. Ezek ellen egyetlen egy dolog szól, egyetlen egy. Az pedig az interaktivitás. Az az interaktivitás, amely az önök betelefonálása révén valósul meg, vagy nem valósul meg. Ha ez az elem a jelentőségét tekintve csökken, hogyha az ember erre nem számít, és hát persze még egy dolog van, tehát nem mondtam igazat, két dolog van. Az egyik az a betelefonálás, a másik pedig az azonnali reagálás, ami összefüggésben van a telefonokkal, és összefüggésben van azzal a két óra történésével, amíg a reggeli műsor van. Ha ezt a kettőt kivesszük, harmadik már nem jut az eszembe, akkor valójában semmi sem indokolja az élő lebonyolítású műsort. Ma már, amikor egyébként élőben a műsort megnézi a későbbi nézőközönségnek az 5-10%-a, és a zöme a 95 és a 90%-a, de legrosszabb esetben a 80%-a, tehát arányait tekintve teljesen felborultak az arányok, és ez korábban egyáltalán nem létezett, napközben nézi meg a műsort, amikor éppen ideje van, részletekben, ahogy én nézek filmeket, és ennek azért van jelentősége, ezért a két dologért. Egyrészt az önök telefonjai, ami lehet a ti telefonotok is, ugye mindig büszke voltam arra, hogy nálam fiatalabb hallgatóim vannak, de a fiatalokat nagyjából elvesztettem. Tehát a fiataloknak azt nevezem 40 alatt, 20 fölött, de akár 15 fölött is. Ez is foglalkoztat, hogy anélkül, hogy hülyét csinálnék magamból, vissza lehet-e nyerni abból a közönségből embereket, hiszen korábban voltak, aztán felnőttek, és nem kerültek újak a helyükre. Vagy ha kerültek, akkor nem nagyon kerültek adásba, így aztán számomra láthatatlanok. Nem arról van szó, hogy kereskedelmileg hasznos népségről van ez szó, hanem arról van szó, hogy mindaz, ami őket foglalkoztatja, belekerül-e a műsorba, vagy sem. Én azokat a dolgokat hozom be, amelyek az én életemből fakadnak, de én több vagyok, mint 40. Ha 40 alattiak nem hozzák be mindazokat a gondokat és örömöket, de legyen fordítva, örömöket és gondokat, amelyek őket foglalkoztatják, a műsorból óhatatlanul kimarad. Beleértve, hogy ez mindig is egy egyszemélyes üzem volt, ami nem muszáj, hogy így maradjon, bár alapvető változtatást nehéz benne elérni. Az, hogy megjelenjenek benne egyéb elemek, ahhoz
marketing szempontokat, tartalmi szempontokat kell megjeleníteni, amire egyedül kevés vagyok. Én tudom, hogy összeférhetetlen természetem nem igazán csalogató és hívogató. Mégis azt tudom önöknek mondani, hogy akik a hajó órának elfordításában érdekeltek, azoknak nem csak a pénzügyi segítségére számít a műsor, hanem a szakmai segítségére is, beleértve, hogy egyáltalán amit én elképzelek, az megvalósítható-e. Fogalmam nincs. Természetesen ahhoz, hogy az ember sikert érjen el, ahhoz a lépést meg kell tenni, vagy a lépéseket meg kell tenni, ezek elméletben nem lebonyolíthatók. De ha valaki többé-kevésbé érti azt, amit mondok, és lát fantáziát a dologban, és ért hozzá, és van energiája, rajtam nem múlik, hogy beszéljünk, találkozzunk, és beszéljünk a műsor jövőjéről. 061-712-42, illetőleg dörö.fialajanoskukac@gmail.com. És hogy ennek mi az oka, ezt önöknek elmondtam, ez két dologgal van összefüggésben. Egyrészt a választás utáni a szó átvitt értelmében posztkoitális depresszióval, ami ellenhat nyilvánvalóan a hétköznap, amely azért sohasem unalmas. Post-Covid után, háború idején nem lehet azt mondani, hogy unalmas lenne az élet, de ha nem lett volna Covid és nem lett volna háború, akkor se unatkoztunk soha. A másik pedig a 168 óra lapcsaládban bekövetkezett dolgok, ezek együtt hatottak úgy, hogy úgy gondoltam, hogy a hajórának elfordítása szükségszerűbb, mint az elmúlt időben volt valaha. 061-712-42, illetve dörö.fialajanoskukac@gmail.com. Jó reggelt! Szóval nekem nagyon fontos a tálalás, mert én konzervben ezt nem tudnám elképzelni, mert semmi értelmét nem látom. Azt, hogy konzervben megnézek egy filmet, már az sem annyira jó, mint hogyha tálalják és egy kínálatból választok, de te az egész életet tükrözöd vissza. Szóval úgy elindul a műsor, amiben az van éppen, amit tálalsz. Hiába nekem vannak saját ötleteim, lehet, hogy azt mondom, hogy inkább meghallgatok másokat, én ezt jobban érdekel. Én ezt értem, de mégis ha a számokat nézed, akkor most már te vagy kisebbségben. Tudom, igen, ezt én tapasztaltam. Gyerekem már semmit nem néz. De nem. A műsor szempontjából is te vagy kisebbségben, te most nem általában beszélek. Hát akkor ezt a műsort egy törpe minoritás követi élőben, és a zöm utána nézi, hallgatja meg. Hát képzeld el, figyelj csak, az én ötletem, amivel szeretnék például beszélgetni, az pont ilyen egy-két perc esetleg, ami lehet, hogy gondolatot ébreszt. Képzeld el, teker az autójában valaki, én azt gondolom, hogy két percet lehet erről beszélgetni, ami a közlekedés az én szerelmem, és lehet, hogy azt mondja, hogy tetszik neki. Persze, hogy ez csak élőben elképzelhető. Igen, nagyon egyetértek veled. Értem, de akkor ezekkel az ötletekkel elő kell jönni, ezeknek a finanszírozásáról is beszélni kell, hiszen finanszírozási kérdések merültek fel ismét a műsor életében, másfél év után, hála jó Istennek, és ezek nem megkerülhetők. És ezek teljesen pozitív gondok ahhoz képest, hogy ki is lehet halni. Hat egy 712-42. Borotvál, ezt azt lenyiszál. Karokon, lábok, kukába mágia füstje száll. Tűzönnyáson test forog, izzott sok gorosz, ellenségből lesz a jogi rossz. Kaptánya kék sár a bajuszon, villanó fog a kiskakasnak a karcája.
Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én úgy gondolom, hogy van itt egy ellentmondás, vagy épp nincs, hogyha nem lenne élő a műsor, akkor nem lenne mit meghallgatni podcasten. Én azt gondolom, hogy történnek azok a dolgok, amiért hát, utána meghallgatják. Elnézést, koncerteket lehet tartani élőben közvetíteni, és lehet valamit felvenni, és utána leadni. Tehát arról egyáltalán... De előbb meg kell történni élőben, mert egyébként kiderült, hogy az online koncertek mind bedőltek. Lehet, hogy rossz hasonlatot választottam, vagy rossz példát választottam. Van olyan elképzelés, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan készülnek nem élőben beszélgetések, amelyek aztán, hát az Elsimonnal folytatott beszélgetés, ami 7:30 után lesz, az bármikor meg lehet csinálni. Én azt gondolom, ami csütörtökön nem. És pénteken van, az összes interjút meg lehet csinálni, a Dusán interjút bármikor meg lehet csinálni. Dusán interjút igen, mert egyszer ennyi idős az ember. De az összes többi az a pillanat kell hozzá. De még egyszer mondom, hogy a nagy interjúkhoz nem kellene pillanatok. És a nagy interjúk azok, amelyek ma alapvetően eltartják a műsorokat, azok a beszélgetések, amelyeket mi folytatunk, azok akkor tartanák el ezt a műsort, hogyha egyébként újabb és újabb ismeretlen hangok jelentkeznének, és egyfolytában csöngene a telefon, ami egyébként nem tapasztalható. Amit én egyébként tudomásul veszek, csak azt mondom, hogy meg lehet hallani a kor szavát, és lehet, hogy változtatni kell. Lehet, hogy önöknek kell változtatni, fogalmam nincs, én ezt most nem, tehát ez itt most nem egy ufi volt. Tudják, mi az ufi? Nem valami retorzióra hívtam föl az önök figyelmét, hanem egyszerűen csak egy olyan helyzetre, amely az elmúlt időben elkísérte a kejfejét. Hazug szóra. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk. Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk. Minden álmunk. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, miért hagyd hogy így legyen, virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesen, virág sincsen, de sem vagy már, nem ad válasz, ha senki sem. A pénzügyőrök Tákoson akartak ellenőrizni egy lassú járművet. De a sofőr ezt észlelve keresztbe fordult az úton, majd kiugrott a traktorból. Ugye ez egyértelművé teszi, hogy a lassú jármű az egyébként egy traktor. Ha tőlem megkérdezik, hogy ha valaki lassú járműről beszél, akkor mire gondol? Hát akkor alapvetően biztos arra gondolnék, hogy van egy jármű, ami lassú, de hogy egy lassú jármű az azonos a traktorral, vagy többé-kevésbé azonos, vagy például a traktort úgy hívják, hogy lassú jármű, azt ebből a közleményből tudtam meg. Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy mennyire érdemes a Nemzeti Adó és Vámhivatal oldalán böngésződni, mert az ember számos dologhoz hozzájut információilag, amit egyébként egyáltalán nem tudna. Mindennek van jelentősége, és mindennek van következménye. A pénzügyőrök mese. Tudják, miért szeretik a vakok a sóskiflit, ahány kifli, annyi mese. Most éppen a Nemzeti Adó és Vámhivatal Facebook oldala a kifli. És rajta a só. A pénzügyőrök Tákoson akartak ellenőrizni egy lassú járművet, de a sofőr ezt észlelve keresztbe fordult az úton, majd kiugrott a traktorból. Munkatársaink átvizsgálták a hátrahagyott vontatót, amiben a szalmabálák alatt fekete nejlonokban rejtett karton dobozokat találtak,
amelyek összesen 40 ezer doboz ukrán csempész cigarettát rejtettek. Az összesen 77 millió forintot érő füstölnivalót és a járművet lefoglalták. Tudják, hol van Tákos? Nem Rigács. Tákos. Van kerek fél percig, utána már késő. Az interneten utána nézni Rigácsnak, én is tudtam volna. Hol van Tákos? Még 20. Még a sárga rózsa, azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra. 10. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk. 5. Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk. Fővárosi hanyagság. Minden álmunk. Halvány lila gőzük nincs, hogy hol van Tákos. Szégyeljék magukat. Fővárosi hanyagság. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, hogy hol van te, de a élő műsorral kapcsolatot szeretném azt mondani, hogy én az ön saját történetei miatt is szoktam hallgatni a műsorát. Az is megmaradna. Azt is, tehát hogy mondjam? Sikerülne? Sikerülne beletenni? Igen. 200 forintos lefolyó a növények meghegesztése. De egyelőre ezek nem... mind nagyon ott vannak, és ezek nekem nagyon tetszenek. A saját stílusát nem szabadna, hogy elveszítse, mert ön inkább rádiós, mint tévés. Csak mondom, szerintem inkább rádiós. Professzionális televíziós, nagyon jó interjúkat csinál, de az élő műsor, én imádom az élő műsornak a saját, a privatizálását, hogy így mondjam, a saját történetei. Nem hiúsági kérdés, de amit ön mond, mennyiben nem vagyok professzionális tévés? Annyiban, hogy a körülmények alapvetően nem tévések. Igen, de hol igen, kezdődik a professzionális? Figyeljen, hát megváltoztatom a körülményeket, és pillanatok alatt professzionális tévésnek fogok tűnni. Igen. Az nem egy olyan nagy kunst. Igen, de hogy lesznek ezek a sztorik, ezek a 200 forintossal megoldott izék, csatorna történetek, ezek hogy lesznek? Ezek iszonyatosan jók. Én ezeket imádom. Én meg a nadrágcsere, meg az ilyenek, tehát mi a tegnap én is telefonáltam. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy egy-egy ember kedvéért, tehát hogy akkor, amikor az ember a műsorának a hasznosításán gondolkodik, mert szükségszerűvé válik, igen, akkor ezeket össze kell rakni, de természetesen az ön visszajelzése kifejezetten fontos nekem. Önben egy hány éves embert tisztelhetek? 52, beszéltünk múltkor privátban is, de az mindegy. 52. És én az magam melyik, is melyik történet volt? Mikor, amikor, hát amikor én külön írtam önnek a Friderikusszal kapcsolatban. Ja, igen. Eger. Na most már tudja, hogy ki vagyok a kicsit, azaz, igen, kicsit naiv, igen, de én igen magam is rádióztam, tehát igen, mindegy. Érzem én ezt a reggeli dolgot, és ezt szeretem igazából, és azt a ritmust, amit tud tolni, és a DJ fialát is nagyon. Tehát amikor jó zenéket ritmusosan nyom, az is nagyon jó szerintem. Igen, de jó valami... lenne, maradna. Jó, jelenleg nincs szó arról egyébként, hogy ez megszűnik. A változtatás gondolata van bennem ott, amely nem elkerülhető. Tákos, és a történet, fővárosi hanyagság, bármivel kapcsolatban várom a telefonjaikat, de ez a Tákos, ez hogy tetszik? Oké, Tákos Szabolcs-Szatmár Bereg megyében van, ezt nem nehéz kitalálni, általában Kelet-Magyarországon szoktak ukrán csempész cigarettával közlekedni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, hol van Tákos, de a körülményekből az következik, hogy valahol az ukrán határ környékén. Igen, az ukrán határ környékén. Vajon az ukrán háború, nem gondolnám, hogy ez a legfontosabb, de nekem mégis ez jut az eszembe. Hogyan hat a cigaretta csempészetre, egyáltalán a csempész cigaretta előállítására, ami először nem csempész cigaretta, hiszen először csak cigaretta. Nem állítanám, hogy a legfontosabb dolog, de engem kifejezetten érdekel. Önnek van erről fogalma? Az én környezetemben voltak emberek, akik kifejezetten specializálódtak az ukrán csempész cigarettára, nem szép dolog, innen mondom Orbán Viktornak és Lázár Jánosnak, akinek elévülhetetlen érdemeik vannak a cigaretta fogyasztás visszaszorításában, de miután az ukrán csempész cigaretta olcsóbb,
mint a nem ukrán csempés cigaretta. Az én környezetemben vannak és voltak olyanok, akik kifejezetten utaztak arra, hogy ukrán csempés cigarettát vásároljanak, miközben rossz volt a lelkismeretük. Vajon mi lehet ezzel? Mit gondol ön? Van-e halvány segédfogalma? Hát csak elképzeléseim vannak, de amit hallottam, hogy gyakorlatilag minden megy ott ezen a környéken, tehát csak bizonyos környékeken van a háború, és a termelés nagy része megyeget. Na most hát az első, ami menni fog, az a csempészet. Én erről fogalmam nincs, hiszen egyébként akik dohány termesztenek, azokat is beívhatják katonának. Egy háború, ami tőlünk, tehát most már elmondom, tegnap Komáromi Zoltánt hívtam föl, akivel nekem meglehetősen ellentmondásos a viszonyom, nem állítanám, hogy egymás tányérjából lettünk, bár átmenetleg még az is megfordult a fejemben, hogy ő lesz a körzeti orvosom, de aztán nem így alakult. Ennek egy bizonyos része a víz felett volt, önök is láthatták volna, és egy tévéműsorban beszélgettek vele, és nekem abból a beszélgetésből csak az jutott az eszembe, amit ott nem kérdeztek meg tőle. Egyrészt nagyon foglalkoztatna az, hogy ő, aki egy egészségügyi szakértő úgy vált, hogy körzeti orvos volt, vajon mennyire könnyű elválni a körzeti orvosságtól, miközben permanensen panaszkodott, hogy ő már idős, nincs kedve hozzá, és így tovább, és így tovább. Hogyan megy az ő konkrétan? Hogyan megy az ő körzeti orvosságának ennek az értékesítése, hiszen ezt a praxist, ezt eladja? Mennyire lehet eladni? Mennyiben számít az, hogy emberektől válik meg? Mennyiben számít az, hogy egyébként emberek számítottak eddig rá, és most másféleképpen számíthatnak rá? Azt mondtam a műsorvezetőnek, hogy őszig majd megtanulja a parlament szokásait, de mit kell megtanulni őszig? Mik azok a részletek, amelyekhez kell május, június, július, augusztus, szeptember, 5 hónap, hogy megtanulja? Hogy lehet tudomásul venni azt, hogy a parlamentben nincsen senki, amiről ő beszélt, hogy emberek úgy szólalnak fel, hogy összesen vannak 30-40-en, oké, nem arról az, hogy nincsen senki, de ahhoz képest, hogy hányan vannak a parlamentben, ahhoz képest nincsen senki. Vajon boldog-e most attól, hogy ő képviselő, és mit gondol arról, hogy hogy fogja elveszteni a kapcsolatot azzal a közeggel, amely közeghez eddig azáltal volt köze, hogy naponta művelte? Ugye erről egyébként élethűen vagy pártpolitikailag deformálta nyilatkozott, az már legyen a civil a pályán gondja, és akkor most nagyon rossz májú voltam. Tehát csak azt mondom, hogy egy és ugyanazon dolgok kapcsán nekem egészen más gondolatok jutnak az eszembe, mint másoknak. Hogy ez jó-e vagy rossz, nem tudom. Az ukrajnai háború nyilvánvalóan, hogy a hétköznapok hétköznapjaira is kihat. Még sincs egyetlen egy ember, aki most engem fölhívna, és azt mondaná, hogy mire kíváncsi. És akkor azt mondanám, hogy mondja el Matrióska néni, Matrióska bácsi, hogy amióta kitört a háború, miben változott meg az élete. És ha azt mondja, hogy semmiben, akkor elkezdem szétszedni a napját, és kiderítem, vagy legalábbis megpróbálom kideríteni, hogy igazat mondott-e vagy sem, hiszen az emberek a saját életükben levő változása sokkal kevésbé reflektálnak, mint a környezetük. A környezetük egy csomó dolgot észrevesz, miközben ők saját maguk azt állítják, hogy az ég egyet a világán semmi nem történt velük, és minden pontosan ugyanabban a mederben zajlik, mint egyébként adott esetben, de könnyen lehetséges, hogy megoldódik a nyelve, és beszél róla. Nem úgy, mint a délszláv válságnál, van egy információ hiányom, és azt érzékelem, hogy nincs konkrét, pontos helyzettudatom az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és ha valaki elmesélne a hétköznapjait, akkor se lenne. Félértés ne essék, akkor se lenne. De előbbre tartanék. És az Egri úr kedvéért, aki szereti a történeteket, szeretném elmondani, hogy szinte potom áron vettem vietnámi széket, 2 széket és egy asztalt, amit zömében én szereltem össze, de az asztalnál azért sok szempontból megállt a tudományom. Először is 3 ilyen tekerő volt hozzá, amiből összesen 2 kellett használni, és a harmadikat egyáltalán nem értem, hogy miért volt benne 3 tekerő, miközben édesapám szerint soha semmiből nincs több annál, mint amennyire egyébként szükség van.
A szikeket nem kellett összerakni, azokkal a probléma nem volt. Az asztalnál, amit egyébként variációban ki lehetett próbálni, azt mind kipróbáltam, illetve kipróbáltuk, de aztán a tervrajz alapján többé-kevésbé, de inkább többé sikerült összeállítani az asztalt, és most már áll. Ez nem volt annyira szórakoztató, mint amennyire elmondtam, illetve nem volt annyira szórakoztató, ahogy elmondtam, mint amilyen volt. Összerakni sem volt annyira szórakoztató, én már a legelején eldöntöttem, hogy valamit kiloptak a berendezésből, és két dologból ugyanazt adták, miközben két különbözőt kellett volna adjanak, de jól csinálták a vietnámiak, és nagyon jó kis székek és asztalom lett, meg kell mondanom őszintén. 061-712-42, 6 perc múlva lesz 7:30, következő hívó, Tákos, csempész cigaretta. Következő kérdés, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai vajon ott Tákoson és környéken mi alapján szúrják ki a lassú járműveket, amelyek egyébként traktorok? Vagy minden traktort megállítanak? Ráadásul a történet azért bizonyos szempontból homályos, hiszen ellenőrizni akartak egy lassú járművet, ami keresztbe állt. A munkatársak átvizsgálták a hátrahagyott vontatót, mert az elején vontatóról még egyáltalán nem volt szó, csak egy traktorról volt szó. Ezek szerint volt egy traktor, amely vontatott egy nem tudom minek nevezzem, utánfutót, de mit jelent az, hogy hátrahagyott vontató? Lekapcsolta a traktorról ezt a hátrahagyott, tehát hogyan lett ez hátrahagyott? Vagy hátrahagyott volt a traktorral együtt? Vagy most itt akárkárnyi csomót keresek? 40 ezer doboz ukrán csempész cigaretta, sok-e vagy kevés? És árulják el nekem, hogy amikor rájönnek arra, hogy ez 40 ezer, akkor van valami forma, amiben belerakják, és akkor arról lehet tudni, hogy 40 ezer, mert ez kevéssé valószínű, hogy lenne egy ember, aki így elkezdi nyálazni a papírlapokat, mint én most, és akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39.995, 39.996, 39.997, 39.998, 39.999, majd jön Wagner Tibor. Jó reggelt! Jó reggelt! Járművek kategóriái. Traktorunkat alapvetően két kategóriában lehet engedélyezve használni közúton. Mezőgazdasági vontatóként és lassú járműként. Elsősorban meg kell néznünk, hogy gépünk elegette tesz-e a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre érvényes feltételeknek. A definíció szerint a mezőgazdasági vontató olyan kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengelyen rendelkező, pótkocsis vontatásra és vagy mezőgazdasági erdészeti feladatok berendezése gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, amely teher és személyszállításra is és személyszállításra is alkalmas lehet, ez így duplikálva van. A másik kategória a lassú jármű, amely meghatározás szerint olyan jármű, melyet beépített erőgép hajt, és sík úton önerejéből 25 km/h sebességgel gyorsabban haladni nem képes. Nem állítanám, hogy mindent értek, de ezek szerint a lassú jármű és a mezőgazdasági vontató az két különböző dolog? Hát a lassú jármű az nem tud 25 km/h-nál gyorsabban menni, a mezőgazdasági vontató az tud, és hát arra... De ha jól értem, a lassú jármű és a mezőgazdasági vontató az egy és ugyanaz, tehát az nem jelenti azt, hogy valamit húzna. Magyarul, amikor ellenőrizni akartak egy lassú járművet, majd valamint amikor a munkatársak átvizsgálták a hátrahagyott vontatót, az egy és ugyanaz, de hogy lehet egy traktorban nincsenek szalmabálák, ott valamit húzott maga után, magyarul ez itt most képileg nem stimmel. Egy traktorban nincsenek szalmabálák, és a szalmabálák között nem tud lenni 40 ezer cigaretta. Magyarul ez húzott. Mert lehet engedélyezni, azzal kezdődött a definíció, hogy
traktorunkat lehet engedélyezve használni közúton, mezőgazdasági volt. Mi az, hogy traktorunkat? Te mit olvasol fel? Mi az, hogy traktorunkat? Miért? Honnan szedted ezt a szöveget? A tököm tudja, hát itt rákerestem valamire, lassú jármű vagy mezőgazdasági vontató, ez a címe. Borsod Agroker reklám, de nem tudom mi az oldal. Borsodagroker.hu oldalon. És úgy beszél, hogy a mi traktorunk. A te traktorod és az én traktorom. Igen. Okay. Igen, mert ez egy mezőgazdasági közösség. Oké, okay, de most akkor ebből mi következik? Hát semmi. Azt akkor hogy... rendben, ha semmi, akkor rendben van. Akkor felhívom az Elsimont. Akkor semmi. Beszélünk fél órát, és megkérdezem, mi következik belőle, aztán kiderül, hogy semmi, azért lássuk be, hogy ez mindannyiunk számára nagy csalódás. Egyáltalán az élet nagyon gyakran nagy csalódás. Azt írja, aki férfi, tákos, csaroda mellett, ahova terveztem bázisállomást. Mindkét település érintett volt a tiszai árvízben és a követő újjáépítésben egy régi Orbán kormány idején. Mindkét település református temploma csodaszép. Hát ez most teljesen független az ukrán csempész cigarettáktól. Ami meg a tévés, meg nem tévés jellegemet illeti, kétségtelen hiúsági kérdés is. Maguk a számok azt mutatják, hogy hangban sokkal kevesebben követik, mint képben. Ami engem is meglepett egyébként. Itt ugye ezres nagyságrendekről van szó, és az ezres nagyságrendeken belül az arányokról. Nagyon sokszor tájékoztató jellegűek a számok. Ez a fókusz biztos tudna még kommentárt fűzni. Ilyen János. Álmos vagy? Nem, csak kimegyek az épületből, mert olyan helyen vagyok, ahol nincs térerő. Egy két, három perc múlva tudsz hívni? Persze. Beszélgessünk. Van két-három percünk, zenét se rakok be. Figyelek. Ilyenkor például az elképzeléseim szerint, ha lenne 8 telefon, akkor 8 telefon csöngen, és azáltal lenne televíziós a műsor, hogy én itt egész egyszerűen, mint valami orgonista, mint valami telefonon orgonáló Varnus Szavér hoznék adásba 8 telefonálót, hogy egyszerre osszák meg velem mindazt, amit a világgal akarnak megosztani vagy kérdezni. De senki nem telefonál. 061-712-42. Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt! Szia! Ha már megszólítottam, akkor elmondom, hogy én korábban valóban csak hangfunkcióval hallgattam a kocsiban lefelé, akkor jöttem vele a munkába, de most már váltottam egy nagyobb tarifacsomagra. És még annál is nagyobbra, mint ami eddig volt? Igen. Tudod azt feltételezni az ember, hogy te a legnagyobb csomag, tehát a télapúnak nincs akkora csomagja, hátizsákja, ami neked van. Vannak olyan emberek, akiknek unlimited van, ami még az enyémnél is nagyobb. És azóta mi a helyzet? Azóta már én is a YouTube-on hallgatom, mert vezetés közben nem illik nézni is, de ettől függetlenül, hogyha mit tudom, valamit felmutatsz, vagy bejátszod videót, akkor már nem érzem magam kivetetnek. Nagyon jól beszélsz, ha találkozunk, erről is fogunk beszélgetni. Az például, hogy több képi anyag legyen, azt egyebek között például Lakatos János is biztosíthatja, aki itt ül mögöttem, és olyan érdeklődési köre van, amilyen érdeklődési köröm nincs, de abból még adódóan felajánlhat olyan tartalmakat, amelyekre én azt mondom, hogy oké, ugorjunk neki. Osszuk meg, aztán lássuk, hogy mit gondol róla a nép. Sokkal színesebb a világ annál, mint ahogy én azt bemutatom, miközben én mindent elkövetek annak érdekében, hogy a világot színesenek mutassam be. Nem csak, hogy színesnek mutassam be, hanem, hogy színesen mutassam be.
A múlt hétfői nyüglődés, aminek valami egész hihetetlen nézettsége volt, megnézem, hogy a múlt heti nyüglődésem, tehát hogy azt a nyüglődést, azt miért akarták ennyien megnézni, azt nem értem. Az hiába ilyen nézet, még egyszer nem szeretném megismételni, hozzátéve, hogy lehetséges, hogy kereskedelmi partnereim azt mondanák, hogy nincs szükségük a hihetetlenül színes műsorra, hogyha egyébként az unottat sokkal többen nézik, mert nekik kereskedelmileg az sokkal fontosabb. Azt mondja, hogy az volt, ki az tizedik, várjunk csak egy, az kilencedik volt, ha megtalálom. Megvan. Azt már 15 ezeren nézték. Mit néztek rajta meg 15 ezeren? Halvány lila gőzöm nincs. Nem érdemes színes műsorokat csinálni. Vagy legalábbis általában színesnek vélt műsort. Valaki még? Bárki? Senki? Ja. Akkor valahol volt Elsimon, ahonnan 3 perc alatt jön ki. Ez egy találós kérdés. Mi lehet az? Aló? Eltelt 3 perc? Azt hiszem, hogy igen. Én mindenesetre kim vagyok az épületből. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelj! Hihetetlen mennyiségű beszélgetési témánk van. Előttem papírok garmadája, hogyha látnád, hát még ami a fejemben van. De kezdjünk május 10-ével, 23 óra 22 perc van. Mit csinált 23 óra 22 perckor Elsimon úr május 10-én? Visszaemlékszik rá? Otthon volt? Május. Van alibije? Május 10-én? Az egy keddi nap volt. Yes. Na jó, mondom, ma dr. Kis János Miskolci országgyűlési képviselővel megnéztük a Diósgyőri vár rekonstrukciós munkálatait. Az állami tulajdonban lévő várat a kormány támogatásával fejlesztik. Mit tetszett látni? Hát őszintén megmondom, hogy a jelenlegi állapotában a várfejlesztés az egy igencsak letagózó képet mutat, hiszen a régi romantikus rom helyén most egy hatalmas nagy építkezés van, amely... Amiről már egyszer beszéltünk, és ami egészen másféleképpen hat rád és rám. Nem vagyok, és ebben sem biztos. Egy a lényeg, hogy a Rostás László Miskolci volt főépítész, a felújítás tervezője az nagyon komoly kutatásokat végzett, és a rekonstrukció során a hitelességre törekszik. Tehát vannak olyan rekonstrukciók Magyarországon is, és szerte a világban, amelyek tulajdonképpen csak rekonstrukció nevezik önmagukat, de abban az értelemben mégsem azok, hogy nem az eredeti állapotot állítják helyre, nem is feltétlenül egy eredeti közeli állapotot, hanem valami olyan változatot, ami az ő romantikus képzetükben él arról az épületről. Tehát magyarul, hogyha nagyon durva akarnék lenni, azt mondanám, hogy hamisítanak. A Diósgyőri vár esetében nem ez történik, de nagyon alapos kutatás volt, persze ott is azzal szembesülünk, mint számos más esetben, hogy nem lehet az eredeti építési módszerekkel és eszközökkel várat vagy műemléket visszaépíteni. Tehát kortárs megoldásokhoz nyúlnak. Én tegnap például a várban végignéztem a főérségépületnek, a volt külügyminisztérium épületnek az építését, ahol ugye nagy betonszerkezetek épülnek, és a betonszerkezeteket borítják meg a kővel, úgy, ahogy egyébként ez történt a királyi lovarban és más épületek esetében is. Tehát tulajdonképpen a kortárs építkezésnek a gyakorlata és módszerei épülnek bele a műemlékfelújításban. Na most... Ha azt nézzük, hogy van egy kép, ami él bennünk Diósgyőről, egy romantikus váromról, amely képzőművészeti alkotások során jelent meg, hogy csak a legemblematikusabban mondjam, Telepi Károlynak a híres festménye, amely aztán
évtizedeken keresztül a történelemkönyvekben szerepelt illusztrációként is. Hát egy, és hogyha még egyet mondhatok, hogy volt a Szerencsi Csokoládénak egy kis csokoládé sorozata, amely magyar várak voltak, és amit én is gyerekként 80-as években gyűjtöttem. Mindig ilyen csokit kértem, csak azért, hogy ezeket a képeket eltehessem. Ebben a Diós Győri vár ugye hangsúlyos szerepet kapott. Tehát, hogy ez a romantikus kép, ami bennünk él, ez most nem köszön vissza, meg nem fog visszaköszönni, hanem egy hatalmas várat látunk. Amiről sokan azt mondják, hogy ez hamisítás, mert hogy jobb lett volna, ha megmarad a romantikus rom. Ez egy legitim vita, nehéz is eldönteni, hogy mi a jó és mi nem jó. Egy biztos, hogy az építkezés abban az állapotában van, hogy ez már visszafordíthatatlan, és be is kell fejezni, és a lehető legjobban kell utána hasznosítani, és a lehető leghitelesebben keresztül. De most úgy tűnik, mintha bejöttél volna az én utcámba, mert múltkor én kísértetiesen így beszéltem veled. Nem fejeztem be. Tehát az az igazság, hogy van itt ott kérdések, amik ennek az építkezésnek a sikerét befolyásolják. Tehát szerintem abban az esetben, hogyha a jelenleg ütem lezárul és nem fog folytatódni az építkezés, akkor ez kudarcra vont érve. Viszont, hogyha befejeződik és lesz egy következő ütem is, és visszaépül az eredeti várárok, az tele lesz vízzel, akkor az a nagy tömbszerűség, amit most lát az odalátogató, ami még ráadásul ugye az újszerűsége miatt fehéren virágít is, tehát igen, kell jó pár év, amíg az egész összeérik, fogalmazunk így. Szépen fogalmazok. Igen, de ez tényleg így van. Tehát amíg a nap, az eső megteszi a dolgát, tehát hogyha lesz ott egy rendes vizes sárok, lesz benne víz, és ugye gyakorlatilag most, amit egy ilyen nagy tömbként látsz, abból egy 2,5-3 méter magasságig víz lesz, és innentől fogva nem egy bazi nagy tömböt fogsz látni, akkor szerintem mert ez egy igazi... Mert egyébként a vizesárok az magasabban lenne, a vizesárok teteje, mint jelenleg a várnak az alja? Hát persze, hát ugye most úgy néz ki a dolog, hogyha ránézel a várra... Értettem. Na most ugye abból, amit te mondasz, abból egészen világosan következik az, hogy jelen pillanatban kétséges a vizesárok elkészülte. Hát... jelen pillanatban az állami támogatási szerződés és a közbeszerzés az csak és kizárólag a vizesárokig szól, tehát magyarul az épület jelenlegi szerkezetének, illetve eredeti szerkezetének a visszaállításáig és részbeni berendezéséig. Tehát az egy következő ütem, aminek a tervei többé-kevésbé rendelkezésre állnak, de én úgy tudom, hogy dolgoznak is rajta. Ahogyan egy következő ütem még ott a vár környezetének a rendezése, hiszen az állam támogatásával Miskolc városa sok ottani telket kisajátított, amelyekkel mindenféle kis épületeket építettek, tehát ezeknek a rendezése is. Nagyon jól beszélsz, mert pontosan azt akartam kérdezni, hogy a vizesárok területén jelenleg nincsenek-e ingatlanok? De nem, szerint... az nem a vizesárok területe, hanem a vizesároknak a külső területe, ami fogalmazunk úgy, hogy a gát terület. Oké, rendben van, de akkor de pontosan ugyanarról beszélünk, csak kiebb helyezted, oké, rendben van, nagyobb a helyismereted, de most arról van szó, hogy ezeket az épületeket, amennyiben megvalósulna a vizesárok, akkor ezeket le kéne bontani. Valamit le kéne, valamit lehetne máshogy hasznosítani, de minden esetre kell velük valamit kezdeni. Hát van most köztük olyan kis épület, amely a kivitelező cégnek a projektirodája. Igen, erre én emlékszem. Azt kérdezem tőled, mert azért te nagyon pontosan tudsz fogalmazni, hogy mit jelent az, hogy letaglózott? Hát ugye én is ugye 3 havonta megyek a várba. Körülbelül 3 havonta nézem meg, hogy hogyan állunk. És hát ugye most szembesültem én is azzal, hogy ami terveken, látványterveken kinéz valahogy, főleg úgy, hogy mindig ugye úgy néztük a várat a látványterveken is, hogy a vizesárok az föl van töltve vízzel. Tehát, hogy azért, amikor ez így épül, akkor látszik, hogy atya már ez mekkora vár volt. Tehát, hogy tömbszerűségét tekintve, nagyságát tekintve, tehát jóval nagyobb vár, mint amit mi évtizedeken keresztül megszoktunk, ami, még egyszer mondom, a bennünk élő romantikus rom és a valóságos épület közötti különbség az óriási, és ez nem azt mondom, hogy abban az értelemben taglózott le, hogy ez
csúnya, fölösleges, hanem az, hogy ezért ez egy nagy különbség, amit az ember meg kell szoknia. Én azt mondtam példaként ott a főépítésznek, meg a Kis János Rosszézsi képviselőjének, akivel körbejártunk, meg a kivitelező cég vezetőinek, hogy az embernek számára ez olyan hatás, mint hogy egyik pillanatra a másik a Székesfehérváron visszaépítenénk a királyi bazilikát. Ugye ez egy nagyon régi vágyott a város részéről, vagy sokak részéről a városban, amit már az is nehezítene, hogy időközben odaépült a Mária Terézia korában a barokk püspöki palota, tehát az részben ráépült egyébként szándékosan a Szent Istváni bazilikára. Hozzá kell tennem, hogy akkor még a 18. században a Székesegyház falai részben álltak is, 19. században is, és utána kezdték el széthordani, elbontani, betemetni, és aztán csak egy évszázaddal később kezdődött meg a módszeres föltárása az egykori királyi bazilikának. De most képzeld el azt, hogy abban egyébként javarészt barokk vagy barokk jellegű belvárosban, Székesfehérváron, ahol a lakások, a házak kétszintesek, többségükben van valamennyi egyszintes is, de kétszintesnél magasabb épület kifejezetten ritkán fordul elő. Maga a püspöki palota is, bár egy nagy tömegű épület, de kétszintes, két emeletes. Ha emellé beépülne a királyi bazilika, akkor az talán nem túlzással azt mondom, hogy agyonnyomná a város. Na de te zseniálisan csinálod, mert miközben arról beszélünk, hogy adott esetben ez a vár hogyan nyomja agyon a várost, aközben most arról beszélünk, ami nincsen Székesfehérváron, viszont van Diósgyőrben, úgyhogy a terelésnek a magas iskoláját végzed, csak az a helyzet, hogy engem nagyon nehéz terelni, meg hát vissza vagyok igazolva az első Egyrészt nem terelek, hanem példákat hozok. Érted, de minek kell példát hozni, amikor már van egy? Ami ráadásul magáért beszél, és letaglózol. Megmondom miért. Azért, mert a kettő között van egy alapvető különbség, és egyébként még csak azt sem mondom, hogy én Székesváron ne lennék annak híve, hogy valami épüljön. Nem tudod ugyanazt visszaépíteni, ami volt. Mi a különbség? Sok különbség van. Egyrészt az, hogy bár nagyon sok kő áll rendelkezésre a Székesfehérvári bazilikából, és nagyon sok kutatás zajlott, nehéz lenne megállapítani azt, hogy melyik az az állapot. De én most maradnék Diósgyőrben. Igen, de érteni fogod a párhuzamot. Nehéz lenne megállapítani azt, hogy melyik az az állapot, amelyet vissza kell építeni. Ez egyébként Diósgyőrnél is vita volt, de Székesfehérváron még bonyolultabb lenne, hiszen a bazilika a Szent Istváni kortól fogva folyamatosan változott. Bár szinte mondhatni azt, hogy tökéletes tudása van a művészettörténészetnek, meg az építészettörténészetnek a bazilika alaprajzáról, de az adott kori magasságokról például nincsen. Na most Diósgyőr esetében, amikor a lovagterem elkészült az előző ütemben, ami szerintem káprázatosan jó lett, akkor az centiméterről centiméterre annak a rekonstrukció, hogyan kinézett az olavakterem, hiszen tökéletesen számítógéppel, megfelelő mérnöki és statikai tudással kiszerkezhető volt az a meglevő kövekből, tehát a helyszínről előkövő kövekből, hogy hogyan nézett ki az a lovagterem. Tehát az eredeti kövek a lapidáriumból, a kőtárból nem újra a lapidáriumba kerültek, hanem visszakerültek az eredeti helyükre, és a hiányzókat pedig kipótolták. Most a Diósgyőri vár esetében nyilvánvalóan néhány modern megoldást eltekintve, mert hogy lift nem volt például a várban, ugye Nagy Lajos korában, és még sorolhatnánk bizonyos dolgokat, de néhány kortárs megoldástól eltekintve, meg a kortárs anyaghasználattól eltekintve, az alaprajzot tekintve, a tömszerűségét tekintve, az visszaidézi az eredetit, vagy szinte jó részt meg fog egyezni az eredetivel, és persze furcsa most ez nekünk, de azzal kell szembenézni, hogy ez tényleg egy ilyen komoly vár volt, tehát ez egy ekkora nagy vár volt. És a Diósgyőri megoldás, hogy a faragott követően elkezdve minden úgy nézzen ki, mint az eredetiben, az sokkal szerencsésebb, mint a Nagyvázsonyi, amit én katasztrófának éreztem. Oké, rendben van, most már Nagyvázsonynál tartunk. Nem tudom, láttad a Nagyvázsonyi megvalósult épületet. Egyrészt láttam, másrészt, az maga a tragédia. Másrésztről visszaterelnélek téged. Azt kérdezem tőled, az államháztartás állapotának-e a függvénye az, hogy ez a vizes árok mikor és hogyan jöhet létre?
Hát szerintem sok mindennek a függvénye annak, hogy lesz rá további nemzeti forrás, hiszen ezt magyar forrásból építik. Másrészt az, hogy Miskolcnak mi a szándéka, bár a vár állami tulajdonban van, a forrás állami, de jelen pillanatban a városnál vagyonkezelésben a vár, tehát látni kéne, hogy mi a városnak a szándéka. A városon belül is egy új politikai szituáció alakult ki azzal, hogy Diós Györgynek a korábbi ellenzéki képviselője, most kormánypárti országgyűlési képviselő van, és Miskolc megyei jogú város mindkét országgyűlési képviselője fideszes, tehát nyilvánvalóan ez egy valami együttműködésre, együtt gondolkodásra kényszeríti a városvezetést is az országgyűlési képviselőkkel. Tehát van egy olyan, ráadásul a miskolci vagy Miskolcról elszármazott politikai poteltárt emberek, azok ott ülnek a kormányzati pozíciókban, hogy más nem mondjak, az igazsági miniszter asszony, aki nem elégesül a Miskolci Egyetem alapítványának is a kuratőrömi elnöke, vagy ott van az államtitkár, a Répási Róbert, és még jó pár embert sorolhatnék. Tehát, hogy egy ilyen politikai szituációban nyilvánvalóan az is kérdéses, hogy a város mit akar, és milyen módon gondolkodik együtt a kormánnyal. Én nekem, hogyha a személyes véleményemre vagy kíváncsi, akkor az álláspontom, hogy és nem titkolom, hogy meghatározó kormányzati szereplőkkel is beszéltem erről, illetve a közelmúltban Gulyás miniszter úr is ott volt és meglátogatta az építkezést. Tehát én nekem az a határozott álláspontom, hogy nem szabad fél munkát csinálni, be kell fejezni az építkezést, végig kell vinni, meg kell csinálni a déli néházat, amely a látogatóközpont, ez jegypénzt áll, meg kell csinálni az új hidat, amely a vizesárok fölött átmegy, meg kell csinálni a vizesárkot, föl kell tölteni vízzel. A Kis János országgyűlési képviselő nekem nagyon, nagyon jó elképzelése van, egy ötlete van a vizesárok turisztikai hasznosításával kapcsolatban, azt most nem mondom el, mert az ő ötlete, nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, és nem hatalmazott fel arra, hogy elmondjam, de szerintem zseniálisan jó dolgot javasolt. Tehát, hogy szerintem mind a vár árok, mind a vár környezetének, mind a Dériné ház melletti területnek, az új bejáratnak, új jegypénztárnak a munkálatait végig kell vinni. Ez egy mostani tudásunk szerint a jelenleg ütem el fog húzódni jövő évnek az őszéig, hogyha minden rendben lesz, főleg úgy, hogy ugye ott is vannak olyan nem várt, vagy nem ismert statikai problémák, amelyek arra kényszerítik a beruházott, hogy további forrásokat vonjon be, saját forrása úgy tudom nem lesz, tehát az államra számít. Tehát, hogy magyarul 2023 közepéig meg kell hozni ezt a döntést, van rá több mint egy évünk, hogy akkor hogyan legyen a folytatás. Oké, rendben van. Itt vagy még? Igen. Csak hirtelen úgy befejezted a mondatot, ahogy ritkán szoktad. Hogy neked tered. Nagyon szépen köszönöm. A 14-én mármint, hogy május 14-én a 2022-23-as évadát a Hagyományokhoz híven egy szabadtéri ingyenes Open Day koncerttel köszöntötte a MÁV Szimfonikus Zenekar a Magyar Nemzeti Múzeum előtt. Erről akarsz-e bármit is mondani? Nem tudtam sajnos ott lenni a koncerten, mert más programom volt, bár nagyon szívesen mentem volna, de megnéztem a felvételeket róla, szerintem nagyon jó lett. Ugye a MÁV szimfonikusok hosszú évek óta dolgoznak itt a Nemzeti Múzeumban. Én személy szerint a MÁV szimfonikusok vezetőjével évtizedes jó kapcsolatban vagyok, és egy nagyon látványos a Arany János szobor és a Portikusz közötti részen megvalósult koncertet köszönhetünk nekik, és a közönség is, akik nagyon élvezték. Én gondolkozom azon, hogy hogyan lehetne ebből rendszeres alkalmat csinálni. Tehát a nyári időszakban hogyan lehetne mondjuk minden hétvégén, vagy akár péntekenként ott köszönteni őket. Azért mondom a pénteket, mert az a tervünk, hogy júniustól, tehát nem sokára, néhány hét múlva, péntekenként hosszabbító nyitvatartással várja a Nemzeti Múzeum látogatókat. Tehát azt az arisztokratizmust, hogy mi csak mindig este hatig vagyunk nyitva, ezt magunk mögött hagyjuk. Láttam én magam is számos turisztikai destinációban, hogy a nyári időszakban hogyan hosszabbítják a kiállítást. Tehát még a horvát tengerparton és a római kori értékeket bemutató múzeumok egy része szinte minden este 10-ig, valahol éjfélig van nyitva.
Tehát ott van egy gyönyörű múzeumkertünk, nem sokára megnyílik a fantasztikusan szép új kávézónk, megnyílik a gyönyörű szép múzeumshopunk. Tehát azt gondolom, hogy legalább melyik kávézó? Mert egy kávézó már van? Ó, hát három kávézónk lesz, és szükség is van rá. Tehát van egy a kertben, ugye az Augustnak a kávézója, igen, van egy az épületen belül egy büfénk, igen, amit meghagyunk, és lesz a főbejárattól jobbra az előtérben egy kávézónk, amelynek ráadásul az asztalai még az osztop csarnoki részre is, tehát oda az épület elé is ki fognak lépni. Az népszerű lesz. Nagyon helyes. Mennék tovább, mert rengeteg dolog. Meg az a lényege, meg az a lényege a dolognak, hogy a kávézóban nem csak azok jöhetnek be, akik vettek már belépélt a Nemzeti Múzeumban. Tehát nem arról van szó, hogy a múzeum látogató fogyaszthat csak ott kávét, vagy ilyet egy pofa sört, hanem bárki, aki arra jár, és tulajdonképpen így szoktatjuk őket a igen, hát ez a pontosan múzeumot. Így történt, amikor a György Javicsel találkoztam, akkor én a Nemzeti Táncszínháznak az előterében kávéztam, miközben a Nemzeti Táncszínház nem pontosan, is... nagyon jó példa, amit mondasz, örülök is neki, hogy annak idején így sikerült megterveztetnünk a Nemzeti Táncszínház az Zoloki Gáborral. Tehát péntekenként este 10-ig fogjuk várni a látogatókat, és miért ne szerepeljen ott a más szimfonikusok akár, vagy mások is, illetve miért ne legyen az, hogy a nem olyan régen rekonstruált, helyreállított, illetve újragyártott kapus egyenruháinkból ott parádézzanak az őreink, aminek egyébként óriási nagy a sikere, imádják a látogatók. A kulturális feltöltődés a Joy napok alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeumban is 10%-os kedvezmény várja a kuponnal érkezőket június 30-áig. Ez szintén vadonatúj. Vajon a Joy napok kuponosai mekkora érdeklődést mutatnak a Magyar Nemzeti Múzeum iránt, vagy ezt követően ki fog ez derülni, vagy ha eddig nem volt, akkor majd lesz? Ki fog derülni. Sokféle új célközönséget kell megszólítani. Én bizakodom benne, hogy azok, akik ilyen típusú magazinokat olvasnak, és mondjuk eddig nem jártak a Nemzeti Múzeumban, kedvet kapnak, hogy belátogassanak hozzánk. Van miért, tehát van mit nézni. Én igazság szerint azt mondom, hogy ahogyan szépen haladunk előre az épület felújításával, már csak amiatt is, hogy az ember gyönyörködjön a főváros legszebb és legnagyobb klasszicista palotájával. Rengeteg közéleti téma adódik, de sajnos ezek most vagy kimaradnak, vagy kevesebb idő jut rájuk, hiszen nem lehet kihagyni a múzeumok majálisa a Magyar Nemzeti Múzeumban 2 év után, ahol programok garmadája lesz a hétvégén. Hát szerintem ez is egy nagy előrelépés, és persze az is kellett, hogy a korábbi évekhez képest jelentősebb összeggel támogassa a minisztérium a munkánkat. Több mint 70 múzeum fogja képviseltetni magát a múzeum majálisán. Szakmai és közönség programok is várják az érdeklődőket. A múzeumok majálisa és a múzeumok éjszakája, ez 2 különböző dolog? Igen, ez 2 különböző dolog. A múzeumok majálisán a Nemzeti Múzeum kertjében, ez a Nemzeti Múzeum mutatkozik be az összes vidéki múzeum, vagy akik jelentkeztek, mondom, több mint 70-en, így van. A múzeumok éjszakája pedig az, amikor az összes magyarországi múzeum ingyenesen fogadja egész éjszakai nyitvatartással. Hát nem sokára lesz, is pontosan nem tudom a dátumot, amikor fogadja a látogatókat. Tehát mi most vendégül látjuk a múzeumokat, és azt várjuk, hogy minél többen jöjjenek be a múzeum kertbe, és akik ott barangolnak, belenéznek a programokba, megnézik az installációkat, azok kedvet kapnak ahhoz, hogy ne csak a Nemzeti Múzeumot nézzék meg, hanem megnézzék az összes többi múzeumot, és ráadásul nem csak a fővárosban, a vidéken is. Ehhez persze még egy dolog tud hozzájárulni. Én pont tegnap néztem meg Kecskeméten. Június 25-én lesz egyébként. Köszönöm. Én pont most néztem meg Kecskeméten a Vidéki Múzeumok Szövetsége által szervezett Magyar Géniusz kiállítást, egy nagyszerű kiállítás, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy még az előttünk álló 2 hétben nézze meg Kecskeméten, utána lebontják, aztán megy tovább Gyulára, ott lesz egy hónapig, utána lebontják, és megy tovább a kiállítás Debrecenbe, tehát egy vándorkiállításról beszélünk. Ez a kiállítás bemutatja a vidéki múzeumok értékeit, gazdagságát. Ez a tárlat gyakorlatilag rámutat arra, hogy micsoda értékeink vannak vidéken, és nem csak a fővárosban. Ezt azért is hangsúlyozom, mert részben a miniszteri biztosi munkám is összefügg ezzel, részben pedig a Nemzeti Múzeumnak az a küldetése, hogy módszertani hátteret adjon és segítséget adjon a vidéki múzeumoknak. Ráadásul mi tagintézményeinken keresztül, tehát filiáinkon keresztül, meg maga az anyaintézmény, tehát a Nemzeti Múzeum is tagja a Vidéki Múzeumok Szövetségének, mint a legnagyobb magyar múzeumi szervezetnek.
Ugyanakkor ebben egy időben, vagy majdnem egy időben a Mozaik Országos Színházi Találkozóra kerül szó sor 25. és 28. a között Kápolnás Nyéken. Ehhez is van némi közöd? Igazság szerint a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola a helyet biztosítja ehhez. A programot most nem mi szerveztük, de én is nagyon kíváncsi vagyok, hiszen tudod, hogy színházba járó vagyok. Nem is említetted, hogy megnéztem a Bakásnő című darabot a Nemzeti Színházban, amit nem győzök reklámozni, hogy mennyire erős, kiváló előadás lett. Tehát, hogy a kortárs, mondjuk, hogy avantgárd színháznak az egyik legizgalmasabb alkotása, amit az elmúlt években láttam. Tehát én ugye igyekszem figyelemmel követni minél több mindent. Tehát megnéztük ezt a darabot, de ettől függetlenül arra is törekszünk, hogy Kápolnás Nyéken, ami bizonyos szempontból az én életemben a világ közepe, minél több értékes előadás jöjjön létre, és minél többen jöjjenek oda a színházba. Ugye működtetjük a Csajágél oda a színpadot, ahol nyári színházban, a Vörös Marti Emlékháznál működtetjük a téli színházunkat a Halászkastély mellett, és most ezt a sikert igazolja vissza az is, hogy egy olyan szakmai szervezet, mint a Mozaik, az nálunk tartja meg az országos színházi találkozóját. És hogyha jól értem, ők azzal a nem titkolt szándékkal is szervezik ezt a találkozót, hogy ez egy olyan színházi találkozó legyen, amely ha nem is váltja ki, nem is helyettesíti a posztot, de legalábbis arra törekszik, hogy minél szélesebb merítését adja a magyar színházi szénának. Csak közben kaptam egy SMS-t, amire válaszolok, és aki reflektálta mi kettőnk beszélgetésére. A múzeumoknak majálisa van, a múzeumok éjszakája, és van a múzeumoknak világnapja, az már mögöttünk van. Te ennek van. Alkalmával Kassán tartottál előadást. Nem, most lesz, és holnap fogok Kassán előadást tartani. Akkor elnézést, akkor eltévedtem a naptárban. Igen, a kassai magyar és szlovák közösségnek... És holnap van a múzeumok érdekel. Világnapja? Ha jól emlékszem, igen. Akkor elnézést kérek a múzeumok világnapjától, hogy azt hittem, hogy az 14-én van. Bocsánatot kérek. De a lényeg az, hogy holnap este fogok Múzeum és Kultúra címmel egy átfogalevást adni arról, hogy hogyan látom a mai kulturális és politikai viszonyok között a múzeum intézményrendszert, vagy annak a helyét és szerepét. A látható módon Lubickolsz, hogy ezt szokták mondani, azon a területen is, tehát hogy egyáltalán a kulturális szférában. Ezt csak azért mondom, maga a lubickolás szó egyébként egy nagyon jó szó, hogy magánbeszélgetésben felmerült az a kérdés, hogy vajon nem sajnáltad-e, hogy immáron a kétharmados győzelem után felhagytál a parlamenti munkával, mert hogy ki tudja, hogy milyen posztvárományosan lehettél volna a leendő államtitkárral, ha tényleg ő lesz, Hoppá Péterrel, pillanatok alatt különböző internetes portálok összehasonlítottak téged, és figyelj, ki kellett kerülnöd neked a parlamentből ahhoz, hogy pozitív jelzőket kapjál, szegény Hoppá Pétert hát nem írták le. Tehát Hoppá Pétert pontosan úgy írták le, vagy nagyjából annak megfelelően, mint ahogy téged írtak le korábban, de imáron, miután kikerültél a parlamentből, sokkal pozitívabb megvilágítást kaptál, mint amilyennel rendelkeztél korábban. Vajon felmerült-e benned az, hogy egyébként lehettél volna-e bármilyen cím várományosabb, vagy lehettél volna, akkor is pont a helyeden vagy, azon, amit szerettél volna? Hát én megmondom kérdés szintén, hogy nem erőd fel bennem. Rendkívül sok a dolgom, és nagyon nagy kívás az, amit most csinálok. Tehát sokan nem akarják elni, és ahogyan te is, úgy mások is folyamatosan visszatérnek erre a témára, és azt gondolják, nem én tértem vissza rá, elnézést. Értem, mások visszatértek rá, én meg megkérdeztem. Jó, hát akkor ez nem visszakérdezés, vagy nem visszatérés a témára, rendben legyen így. A lényeg az, hogy sokan nem akarják elni, hogy én, nekem ez jó, ami most történt. Ez a mostani nem, hangodból egyébként talán először derül ki igazán. Tehát annyira felszabadult, a szó szakmai értelmében, nem is tudom, mikor voltál utoljára. Nem
tudom, de a lényeg az, hogy szerintem ez így teljesen rendben van. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ez örökké így lesz-e, de ezt az 5 évet, amit kaptam, és azt gondolom, hogy nem is lesz elég, mert azok a tervek, meg, amik előttem vannak, meg amiket megfogalmaztam, azok a hiányosságok, amelyeket a Nemzeti Múzeumban megtapasztalok, azok nem biztos, hogy megvalósíthatók 5 év alatt, illetve megoldhatók azok a problémák, vagy pótolhatók azok a hiányosságok, amelyeket látok 5 év alatt. Tehát a lényeg az, hogy én jó helyen vagyok, és az alkotásnak komoly terepe van. Köszönöm szépen, nekem elég volt ennyi a parlamenti politizálásból. Azt is meg kell mondjam őszintén neked, hogy én Kásler miniszter úrral is nagyon jól megértettem magamat, és nekem személy szerint az a konstelláció, ami most kialakulni látszik, az kifejezetten kedvező. Én Csák Jánost rendkívüli módon kedvelem, bár szoros személyes kapcsolatunk nincsen, de régóta ismerik egymást. Én azt az innovatív szemléletet, azt a gazdasági orientációt is, amelyet ő képvisel, azt nagyon pozitívnak látom, és hasonló a gondolkodásunk Pál Péterrel, meg az az igazság, hogy én bármit is írjanak rólam, és bármilyen módon próbálnak úgy összehasonlítani, hogy az éket verjen közénk, én több mint 10 éves baráti kapcsolatban vagyok. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Péter és az én köztem levő kapcsolat az messze túlmutat a munkakapcsolaton. Tehát ennek nagyon sok személyes szála van, ami nyilván nem tartozik a nyilvánosságra, nem akarom most megosztani, de egyetlen egy dologra mindenképpen garancia lesz, hogy ha ő 4 évig államtitkár lesz, én mennyi 4 évig főigazgató, mi zökkenőmentesen kifogástalanul fogunk együtt dolgozni. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Szia. Rég hallottam ilyen lendületben az első mondt. 061-712-42. Keresek valami zenét. Már, ám sok irosz bár. Nem pörög a hús a rúdon egy cingár. Legényel aludt, horkol az asztalon, s csatárt álmodik, a mezőn budgyos nadrágba kardozik. Kaptánja kék, sára bajuszon, villanó fogal. 061-712-42, bármilyen témában. Karokon lábok, kukába mágia füstje száll.
tűzön nyáson test forog, izzad sok rossz, ellenségből lesz a jogi rossz. Kaptány a kék sár a bajuszon, villanó fog a kiskakasnak a karcánya, szájában kard és szól a dob, barkocsánk a bíró után kötja hullákat, száz lóval én átrappol a hidul, kandár szakadtáig, vigyázz a koncára, szultányáért harcol vakon, szőnyegére ült korbánban repül megkába. Túlkapás vagy sem? Ökumenikust istentiszteletet tartottak Novák Katalin államfői beiktatása előtt Budapesten a Kálvin téri református templomban, amelyen egyházi vezetők megáldották Magyarország új köztársasági elnökét. Ünnepélyes szertartáson Baló Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke ige hirdetésében arról beszélt, ez az első alkalom, hogy katolikusok, reformátusok, evangélikusok zsidó felekezet szombati imájától kísérve a hívő közösségében kérik Isten áldását az ország első polgárára. Őszintén remélem, munkája sikeres, eredményes lesz, és a nemzet egységét fogja erősíteni. Elnök azt, hogy munkájában számíthat a Mazsihiszre, mint Magyarország legnagyobb zsidó szervezetére, mint a magyar társadalomba erősen integrálódott zsidó közösségre. Levélben gratulált, és sok sikert kívánt Helyszle András, a Mazsihisz elnöke a szombati ünnepének kimenetele után Novák Katalinnak, Magyarország szombaton beiktatott köztársasági elnökének. A levél teljes szövege: tisztelt köztársasági elnök asszony, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Mazsihisz nevében ezután gratulálok kinevezéséhez, őszintén remélem, munkája sikeres, eredményes lesz, és a nemzet egységét fogja erősíteni. Elnök asszony, munkájában számíthat a Mazsihiszre, mint Magyarország legnagyobb zsidó szervezetére, mint a magyar társadalomba erősen integrálódott zsidó közösségre. Kedves Katalin! Alig egy éve személyesen találkoztam, mikor örömmel és tisztelettel köszönthettem önt a csodálatosan felújított Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga megnyitó ünnepségén. Beszédében azt mondta, reméli az élet visszaköltözik a falak közé, büszkén mondhatom, reménye megvalósult. A zsinagóga, amelyre az egyik mezőze felhelyezésében ön is részt vett, működik, él, szolgálja a közösséget és a látogatókat. Beszédében kiemelte, hogy Magyarország a zsidóság számára ma biztonságos otthon. Egyetértek önnel, ugyanakkor ahhoz, hogy ez így is maradjon, közös erőfeszítésekre van szükség, eredményeinket meg kell védenünk ebben a feladatban, mi elnökasszony partnerei kívánunk lenni, a zsidóság vagy bármely kisebbség védelme minden magyar állampolgár közös ügye, független vallástól, nemzetiségétől vagy politikai elkötelezettségétől. Tisztelt köztársasági elnökasszony, sok erőt és egészséget kívánok megbízatásának ellátásához, kísérje tetteit az örökké való bölcsesség és bizalma, legyen sikeres és érje el mindazt, amire Magyarország belső békének megteremtése érdekében kitűzött maga elé. Tisztelettel a tisztelettel Helyszler András, a Mazsihisz elnöke. Egyrészt mit gondolnak arról, hogy ökumenikus istentiszteletet tartottak Novák Katalin államfői beiktatása előtt, amilyen egyházi vezetők megáldották Magyarország új köztársasági elnökét? Vajon ez egy olyan országban, amely államot és egyházat szétválaszt, mennyire tekinthető evidensnek, önök hogyan viszonyulnak hozzá? Nem azt kérdeztem, hogy barátságosan vagy ellenségesen, van-e bármilyen hozzászólásuk ehhez, illetőleg fontoskodás vagy sem? Helyszler András levele Novák Katalin köztársasági elnökasszonyhoz. Ez úgy ampasszan eszembe jutott, amikor a hír átfutott a kezemen. Aztán az agyamon, aztán ki is nyomtattam. 061 712-42.
és amíg gondolkodnak, hogy telefonálnak, vagy csak emésztik a hallottakat, a tegnapi Orbán Viktor beszédből szeretném azt a részt idézni, ami ideillik. A kormányfő emlékeztetett, az évtized a koronavírus járvánnyal kezdődött és háborúval folytatódott a háború, és a válaszként adott európai szankciós politika energiaválságot idézett elő. Az energiaválság és az amerikai kamatemelések együtt elhozták a magas infláció korszakát, és mindez együtt el fogja hozni a recessziót, a gazdasági visszaesés időszakát, amikor a gazdasági teljesítmény csökkenése, stagnálása és csekély emelkedésének évei váltogatják majd egymást Európában. Kiújulhatnak a fenyegető járványok, a gazdaság visszaesés mélyülhet, a gazdag országok felé tektonikus erővel felerősödik a migráció, mindenek tetejébe pedig egy elhúzódó és világméretű kiterjedéssel fenyegető valóságos háború zajlik a keleti szomszédunk földjén. A háborús évtized képe bontakozik ki a szemünk előtt, és bár jó lenne, ha nem így lenne, nekünk nem a vágyainkból, hanem a valóságból kell kiindulnunk. Orbán Viktor szerint a háborús évtized képéhez hozzátartozik a nyugati világ megújuló öngyilkossági hullámai. Az öngyilkossági hullámhoz sorolta Orbán Viktor a nagy európai lakosságcsereprogramot, amely a hiányzó európai keresztény gyermekeket más civilizációból érkező felnőttekkel, migránsokkal akarja pótolni. Ide sorolta a genderőrületet, amely szerinte úgy fogja fel az embert, mint identitásának, ideértve szexuális identitásának megteremtőjét. A liberális Európa programját is az öngyilkosság hullámát sorolta, és úgy írta le, túllép a nyugatot eddig megtartó kereszténységen, a nemzetállamokon, és semmit sem ültet a helyükre, és a szabadságot a közösségeiből, családjából és hazájából kimetszett emberben látja, és elfeledkezik arról, hogy az ember egyedül sohasem lehet szabad, csak magányos. Egyszerre sújtják az országot gazdasági bajok, háborús veszélyek, Európa belső szellemi gyengesége és Brüsszel politikai tévedései. Megnéztem tegnap Orbán Viktor beszédét, úgyhogy tudom, hogy mit keresek. Emellett folytatta, ugye korábbiakra utalva, a kulturális távolság már-már elidegenedés egyre nő Európa nyugati felé és Magyarország között, szerinte, mármint Orbán Viktor szerint, ez azért van így, mert míg Magyarország hisz Európa keresztény civilizációs alapjaiban, a nemzetállamokban, Brüsszelben ezt már feladták. Nekünk fontos, hogy rajtunk legyen a Jóisten áldása, hogy legyen hazánk, amit szerethetünk, és amire büszkék lehetünk, hogy fenntartsuk az 1000 éves magyar élet folyamatosságát, a létezés magyar minőségét a Kárpát-medencében. Nekünk fontos, hogy úgy hallhassunk meg, hogy tudjuk gyerekeinknek és unokáinknak van hazája, van mit folytatnia és megőriznie. Beszédében egyébként, beszédének legelején elegáns helyen kiemelte az egyházakkal való együttműködést. Ezt még megkeresem, ha megtalálom. Nem, ez ebben a szövegben nem szerepel, ez egy kivonatos szöveg a miniszterelnök.hu-n. 061-712-42.
ragadozónak a hús. Légy a tükröm, segíts, hadd simítsam el. Jó reggelt! Nem hallgattam a miniszterelnök beszédét, de most amit felolvasott abból, én nagyon aggódom. Én azt gondolom, hogy ez az ember gondosan felépítve ki fog minket vezetni az Európa Unióból. És hogyha az április 3-ai választás eredményét nézem, akkor ezt népszavazással fogja tudni szentesíteni. És egyszer csak ott fogunk meglepetten állni. És nincs aki, és nincs ami megállítaná, és nincs olyan tét, amit ezért soknak tart. És az Európai Unió érvényesíti azt az eljárást, hogy nem juttat több támogatást, akkor lesz mire hivatkozni, és egyszer csak ki fogunk érni az Európa Unióba. Ami engem igazán zavar ebben, hogy nem látok tisztán. Tudnélik, ugye a tegnapi külügyminiszterek találkozóján immáron az történt, hogy egyedül Magyarország képviselte azt az álláspontot, hogy a 6. szankciós csomagot nem szavazzák meg, mármint, hogy nem szavazzuk meg, hát amennyiben szavazzuk, hogy ugye én is Magyarország állampolgára vagyok, de egyszerűbb, ha azt mondom, hogy nem szavazzák meg, de igazságtalan, tehát a megszavazzák és a megszavazzuk között ingázom, mint valami igen, hajó. Igen. Komp, hogy szívesen hallgatnék egy beszélgetést arról, amikor mondjuk a cseh vagy a szlovák külügyminiszter vitatkozik Szijjártó Péterrel, két olyan ország, amelyiknek egyiknek sincs tengerpartja, amely méreteit és gazdasági erejét többé-kevésbé egybevethető Magyarországgal, hogy rájöjjek nem is arra, hogy kinek van igaza, de valójában ahhoz, hogy reális helyzettudatom legyen, ahhoz több információra volna szükségem, és önmagában az, hogy olvasok erről mi mindent, az kevés. Nem tudom megmondani miért, de kevés. Attól nem félek, hogy Magyarországot kivezeti, de hogy valami előbb-utóbb ebben a rendszerben történik, tudnék nem tudom hány tagja van az Uniónak, viszonylag sok, hogy abban most már egyedül képviseljünk ellenvéleményt, és az Unió mechanizmusát ezzel megakadályozzuk, mert az Unió mechanizmusa az a konszenzusra épül. Csak gondolok arra, hogy ugye a NATO is hasonlóan működik, és most hogyan küzdenek egységesen a NATO tagok, talán mi is, hogy Svédország és Finnország átmenjen Törökország rostáján, beleértve, hogy amit az Erdogan mond, azért az roppant érdekes, amikor arról van szó, hogy terrorszervezeteknek mennyiben képezi oázisát ez a két skandináv állam. Tehát ezekhez mind-mind rengeteg adalékra volna szükségem, hozzátéve, hogy nem biztos, hogy külpolitikai tudósítókére, hanem adott esetben a miniszterelnökére, vagy a külügyminiszterére. Hát értem, irigylem azt, hogy ön nem tart attól, hogy kivezet. Én nem azt mondtam, hogy nem tartok attól, én azt mondom öntől, hogy a jobb félni, mint megijedni alapján, azért az fontos, hogy az ember rájöjjön arra, hogy alapvetően mitől fél és mitől fog megijedni. Tehát én nem az árnyékomtól akarok megijedni, hanem szeretném megtudni, hogy az, amitől én tartok, az mennyire reális. Azok szeretném megismerni. Tehát nem egy parlamenti beszédből akarom levonni a következtetéseket, hanem ennél mélyebben szeretném látni, és rétegzettebben a valóságot, hogy mekkora esélyem van rá, nem tudom, de most nem is erről van szó, hanem arról, hogy neki benne van egy ilyen vágy. Igen, de azt gondolom, hogy itt nem csupán egy parlamenti beszédről van szó. Itt hosszabb ideje államilag felépített kommunikációs hadjárat, talán ez túlzás, de tehát ebbe beilleszkedik az Európa Uniós képviselők megszólalásai, beleilleszkedik, mi vagyunk Európa kisködmönnye, ez mind benne van, és erre hangol, és erre befolyásol köztévében, közrádióban. És nincs, ami határozottan ellene menne.
De azt meg tudja mondani, hogy ez miért zavarja, vagy ez a szag, ez bejön az ablakon akkor is, hogyha ezeket az orgánumokat nem figyeli? Tehát ha tételezzük fel, hogy ön el van zárva a hírforrásoktól, én azt kérdezném, hogy egyébként, ha kint van az utcán, vagy dolgozik, akkor mindaz, amiről beszél, azzal vajon találkozik-e? Igen, legutóbb Hollandiában találkoztam ezzel, ahol egy nemzetközi konferencián vettem részt, amelyre, bocsánat, amelyre évek óta visszajárok, egy viszonylag állandó tagsággal találkozom ott, és ott többen, akiket egyébként talán nem túlzás barátaimnak nevezni, olaszok, lengyelek, Lengyelországban élő ukrán fiatalember, kérdezte meg, hogy mi van veletek, kérdezte, hogy mikor csináltok már valamit, és beszélgettünk velük, és hasonló. De akkor erre mi a válasz? Mi van velünk? Hiszen amikor az a kérdés, hogy mi van veletek, az nem arra vonatkozik, hogy mi van Orbán Viktorral, és végül is az a kétharmados győzelem, ami lehet, hogy százalékát tekintve nem kétharmados, mert az a választási rendszer, de akkor is az a tömeg, amely ezt választotta, az valójában miből adódik? Tehát mind azok, akik egyébként rájuk szavaztak, azok ezt nem tudták, amiről ön beszél, vagy tudták, de nem tulajdonképpen tulajdonítottak neki ekkora jelentőséget, vagy egészen másféleképpen értékelték ezeket a dolgokat. Erre önnek van-e saját magának válasza? Ha tudták is, érvényesül inkább ez a kuruc mentalitás, ez a nekünk nem mondja meg az Európai Unió, hogy mikor kell disznót ölni, és hogy hogyan lehet. De van kuruc mentalitás, vagy csak beszélnek róla, hogyha van kuruc mentalitás, akkor végül is az nem baj, ha valaki tekintettel van rá. Én a kuruc mentalitást szívesen elcserélném egy holland polgári mentalitással, egy európai polgári gondolkodásmóddal, semmint a kelet felé fordulással, semmint a kipcsak, és hát agyrémek, és úgy tesznek, mintha ezt komolyan lehetne venni, és úgy tűnik, hogy van, aki komolyan is veszi, és a Fidesz szavazók körében annak, hogy szegény Putyin nem tehetett mást. És mindez együtt hat arra, hogy fokozatosan mozdul, és beláthatatlan, hogy még 4 év közmény minden ható befolyásolással hova fog eljutni, kétharmados népszavazással dalolva fogunk kivonulni. Attól félek. Elküldök egy SMS számot, aztán folytatjuk. Azon gondolkodom, hogyha a barátnőm, vagy a barátom, nincs barátom, vagy a feleségem, nincs feleségem, olyan elveket vallana és hangoztatna, mint Orbán Viktor. Akarnék-e a barátja, akarnék-e a férje, vagy a szeretője lenni? Azt hiszem, nem. A kérdés az, mit tegyek egy országgal, amelyben a szellemet mégis egy ilyen személy határozza meg, megkérdőjelezi-e ez az én itteni jelenlétemet? Erre most nem fog tudni jól válaszolni. Küzdeni ellene nem fogok, mert ma azt gondolom, hogy nem ez a dolgom. Leleplezni nem fogom, mert nincs rajta mit leleplezni. Egy másik világot akarok önök számára megjeleníteni, mint a Kejfej Jancsi örökös miniszterelnöke. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, Fiala úr. Hát én úgy vagyok vele, hogy én örültem, hogy volt ökumenikus istentisztelet a beiktatáskor, és nem tartom túlkapásnak a mazsi hisznevelét sem. Köszönöm szépen. És én túlkapásnak találom. Nem túlkapás, fontoskodás. Egy részletet úgy MPK számára azért kiemelnék ebből a szövegből, amit mint zsidó kifogásolok. És amivel kapcsolatban senki nem telefonált. Széttéptem. Széttéptem. Azt gondoltam, hogy erre már nem lesz szükség. Meg kell, hogy keressem. Megvan. Ez. A zsidóság vagy bármely kisebbség védelme minden magyar állampolgár közös ügye, független vallásától, nemzetiségétől vagy politikai elkötelezettségétől. De nem is eljön. De nem ez. Tehát, hogy miért kell engem állandóan védeni? Azt írja korábban Helyszter András, hogy számíthat a mazsi hiszre, mint Magyarország legnagyobb zsidó szervezetére, mint a magyar társadalomban erősen integrálódott zsidó közösségre. Egy erősen integrálódott közösséget miért kell védeni? De miért evidencia az, hogy minket zsidókat, engem zsidót bántanak, és ennek következtében meg kell védeni. Én értem, hogy erre nézve a nyulaknak van egy történelmi tapasztalatuk, a rókákra és a farkasokra nézve, most már csak az a kérdés, hogy én nyúl vagyok-e, és a magyar társadalom egyébként farkas vagy róka-e. Ez egy nagy kérdés, ezt önök eldöntik. Végül is mi zsidók vagyunk kevesebben. Messze viszi lasszim a folyó, slágért fütyül dróton a rigó, a sohordó tal a borzasztó. Nincs a teken nálunk térerő, a parton fekszik minden fényevő, pereg a nyáridő. A lassziról a pöttyöket lesodolja egy sziget, és felkapja egy hullám, pattogtatja délután. Lesodolja egy sziget, és felkapja.
átkapja egy hullám, pattogtatja délután, nézd a habzó homlokán. Jó reggelt kívánok, Tina vagyok Luxemburgból. Nagyon köszönöm a minden reggeli műsort, amiket szokott adni. Nagyon tetszik, nagyon sajnálom, hogy vége lesz. Nem lesz vége, de nincs, egyre csak egy nyári szünet van, arról egyáltalán nincsen szó, hogy vége lesz. Ja, akkor jó, mert én nem annyira nagyon régen találtam rá önre. Ez hogyan működik, amikor az ember rám talál? Hát, igazából fogalmam sincs. Valahogy mégiscsak emlékszik rá. Értem. Az interneten keresztül találtam arra. De miért bóklászott rajta? És akkor egyszer csak azt mondta, hogy ki ez a kócos ember, vagy mi? Hát azért tudtam, hogy jön ki. Ugyan 30 éve Luxemburgban élek, de azért tudtam, hogy jön ki. Mindjárt felismertem a képen. Kicsit jobban kéne beszélni abban a készülékben, amiben beszél, mert csak félig meddig értem a híreket. Jaj, nagyon-nagyon sajnálom. Talán most jobb. Talán most jobb. Luxemburgban most milyen az idő? Hát itt általában olyan esőre álló idő van ma is, de egyébként az utóbbi időkben elég jó idő volt. Hogy került Luxemburgba? Ide jöttem férjhez. Mit tudott a férje? Azon kívül, hogy szerelembe esett vele. Hány éve van ott? 30. 30 éve? Igen. Milyen állampolgár? Kettős állampolgár vagyok, és ezzel kapcsolatosan valamit akartam mondani, ha lehet. Persze. Nem vagyok igazából megelégedve a magyar állapotokkal. Igazából nagyon-nagyon nem. Most a Covid miatt nem voltam otthon majdnem 2,5 évig. Magyarország az otthon? Hát van az itthon és otthon. Uh-huh. Luxemburg az itthon? Igen, most itt vagyok, ez az itthon, igen. És Magyarország az otthon, ahol a szüleim élnek, a testvérem, a rokonok. Ön 53 éves? Én? Nem, egy kicsit több. Igen? Csak kitaláltam, hogy hány éves korában lesz szerelmes, de ezek szerint tévedtem. Igen? És hazamentem, mert szerettem volna az Orbán Viktor ellen leszavazni. Igazából nem tartottam eléggé összetartónak a magyar összeellenzéket. Nem érdekel a magyar összeellenzék, engem kizárólag ön érdekel. Ön Luxemburg... Jó, akkor az a rettenetes lepusztultság, lepukkantság, az a reménytelenség, ami 2,5 év után fogadott, az sokkoló volt. Mert hogy mikor volt itt? Hát hazamentem, amikor a szavazás volt, mert ennek a idézőjelben léve történelmi pillanatnak szerettem volna a... Mert hogy az lett volna a történelmi pillanat, hogyha nem győz Orbán Viktor. Igen. Akkor ez a történelmi pillanat nem jött el. Ezt megelőzően mikor volt utoljára Magyarországon? 2,5 évvel korábban volt. Két és fél év alatt ön látott olyan pregnáns különbséget? Igen, mit? Igen.
Mindent. De nem a, ennek, ez nem a, a szavazásnak a következménye volt, mert én már két héttel előtte oda mentem. De mit hát látott? Két hét, azt reménytelen lepusztultságot. De mit konkrétan? Mi volt? Mert ugye én időtlen reménytelenségről rendszeresen beszélek, de azt általában megtestesítem valamivel, és utána már könnyebb róla beszélni. De önnek elmentünk, mi? Elmentünk a szüleimmel például sétálni a lakótelepen, ahol a mai napig élnek, és az embereknek a ruházata az ábrázata, amilyen arcot vágnak. Látja, milyen érdekes dolog, hogy pillanatok alatt eljutunk oda, hogy a fővárosiak lenézik állítólag a vidékieket, és akkor jön ön Luxemburgból, és lenézi a fővárosiakat, miközben nem lenézi. Nem, én értem, amit mond. Csak azt mondom, nem hogy... Fővárosi. Nem vagyok fővárosi. Tehát ez a lakótelep nem főváros. A fővárosban van, ez egy... Nyugat-Dunántúli nagyváros. Oké, okay, rendben van, akkor ebben tévedtem, volt. De a lenézés akkor is benne van, miközben ez valójában nem lenézés, csak valaki lenézésnek fordítja, aki meg akar sértődni. Nagyon-nagyon igaza van. Érdekes, hogy mielőtt telefonáltam volna, erre gondoltam, hogy valahogy arra kellene terelni a szót, hogy miért van az, hogy az én nézőpontom szerint Magyarországon az embereknek valamiféle hamis önérzete növekedett. Én erre nagyjából meg tudom adni a választ, és erre sok szempontból igaz az, amit mondanak, hogy a nyelvébe zárt nemzet. Önmagában az a tény, hogy egy sor ember él itt, aki átmenetileg attól biztos megváltozna, hogyha egy rövidebb, hosszabb ideig máshol élne, és utána térne ide-vissza, és olyan élettapasztalattal vérteződne fel, ami soha az életben nem tudna elhagyni, akkor sem, ha itt nem tudná azt gyakorolni. Magának a Kárpát-medencének ez a bezártsága, ez ezzel jár együtt, és ezt egyébként Orbán Viktor ragyogóan kihasználja, illetőleg a politika eddig inkább kihasználta, semmint, hogy az ellenkezőjét próbáltam volna megvalósítani. Az ellenkezője egyébként azért rossz szöveg, mert ugye a Kárpát-medencén nem tud változtatni, mert a Kárpát-medence egy adottság, hanem a Kárpát-medencén belüli viszonyokat nem adottságként elfogadni. Ez lenne az, ami a feladat lenne, de ezzel viszonylag kevesen és azok se áthatóan foglalkoztak. Önmagában az a tény, ahogy ön onnan idejön és megítéli a dolgokat, az egy olyan szemveget ad önre, ami eleve más, mint ami egyébként ebben a vidéki városban vagy a fővárosban kapható. És mit szól ahhoz, hogy a magyar sors... Hozzátéve, hogy még egy dolog, jöjjön ezzel elő. Én a tévedés minimális kockázatával állítom, hogy amit ön a lakótelepen látott, az nem volt más, mint 3 évvel ezelőtt, de önben gyűlik az ellenérzés azzal a kapcsolatban, hogy egyáltalán miért ilyen, és hogy ez nem fog megváltozni, mert én, aki itt élek, és természetesen ennek következtében lassabban látom meg a változást adott esetben, mint ön, vagy egyáltalán nem, aki ide látogat, én azt feltételezem, hogy ezek nem szembeszökő változások, amelyek 3 év alatt bekövetkeznek. Legfeljebb, aki nézi, egyre ellenségesebben szemléli azt, hogy az a szemétkupac, ami 3 éve is ott volt, az most is ott van, legfeljebb a tartalma cserélődött ki. Lehet, hogy igaza van, de az is lehet, hogy ebbe az is közre játszik, hogy a lakótelepünk kezd nagyon-nagyon elöregedni. És ugyanazok az emberek jönnek szembe, de 3 évvel ezelőtt még fiatalosabban szedték a lábukat. De hát ez meg maga az idő múlása, erről nem a lakótelep tehet. Lehet. Most, hogy ön mondja, azt mondom, hogy lehetséges. Minden esetre nekem ez volt a benyomásom. Visszatérve arra, amit előtte akartam mondani, hogy és ahhoz mit szól, ha én azt mondom, hogy a magyar szólásmondásokban benne van a magyar népléleknek az a fajta visszahúzó ereje, vagy visszahúzó ereje van ezeknek a Én azt gondolom, hogy ennek nincs jelent. Tehát én azt gondolom, most olyanról beszélünk, ami eltereli a figyelmet arról, amiről ön egyébként beszélni akart eredetileg. Nem hiszem.
Például dögöljön meg a szomszéd tehene. De könyörgöm, én nem tudom, hogy Luxemburgban van-e ilyen mondás, de... Nincs. Oké, rendben van, de ezt ön úgy tekinti, mint valami magyar átok, már pedig az, hogy pénz számolva, asszony verve jó, erre azt tudom önnek mondani, hogy ez legalább olyan távol áll tőlem ennek a szelleme, mint most konkrétan Luxemburg. Öntől igen, de én egy idősek otthonában dolgozom, és van egy ilyen kártyajáték, amit kifejezetten időseknek találtak ki, legalább 300 darab kártya van. Az egyik oldalán elkezdődik egy luxemburgi szólásmondás, a másik oldalán pedig folytatódik. A játék lényege az, hogy az ember teljesen mindegy, hogy melyik oldalával kezdi, felolvassa, vagy hogyha még tudnak olvasni és látják, vagy a demenciának nem azon a szintjén vannak, és még el tudják olvasni, akkor elolvassák, és utána pedig megpróbálják az elejét vagy a végét elmondani. Természetesen az könnyebb, hogyha az ember az elejével kezdi. Igen. És egészen mások a szólásmondások. Sokkal előrébb, bívőbbek. Nem azt mondom, hogy mélyebbek, de nincsen bennük az a fajta lehúzó erő. Ez könnyen lehetséges, hogy így van, de én például halvány lilagőzöm nincs arról, hogy vajon az én lányom az ezekkel a szólásmondásokkal milyen mértékben van tisztában. Halvány gőzöm nincs. És most egy kicsit furcsa lenne, hogyha megkérdezném tőle, de hát az én lányom nem csak velem találkozik, az én lányom közlekedik az országban, a világban, ennek következtében sokkal több dolgokról tud, mint amit csak az apjától tanult. Hát az egészen, az ön lány olyan 27-28 éves lehet. Inkább nem? 24. Uh-huh. Momentán tudom, hogy hány éves, időnként szoktam tévedni. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy a legközelebb mindig konkrétumhoz kell kötni ezek a szólásmondások, tehát ez arra jó, hogy az ember, tehát ez ködösítve, tehát ez egy ilyen magyarátok, nincs magyarátok. Nincs. Vagy ha van, akkor változtatni kell rajta. Nem hiszek olyanban, ami egyébként így, mint valami fekete felhő Damoklesz kardjaként lebeg fölöttünk. Hogy néplélek van, egyebek, nem zárnám ki, de az is permanensen változik. 3-4-9 lett. Az elkövetkezendő rövid időszakban nyárig én biztos meg fogok próbálni kevesebbet azon busongani, ami nem tetszik, egyrészt jobban fölmutatni, ami tetszik, másrészt amin az ember busongana, hogy azon hogyan kell változtatni, mert ez a busongás az az élet megronutója. Ez egy új mondás, rá lehet tenni a luxemburgi kártyára. 061-712-42. Keresek valami másik zenét. Senki?
utazás közben. Figyelek. Jó napot kívánok, Fági Csaba vagyok. Jöreged. Engem felháborít, amikor valaki egy nyugatról hazajön, és elkezdi a Magyarország a múltját leszólni. Nem szólta le ő a Magyarország a múltját, semmiképpen se szólta le. Leszólta abban a szempontból, hogy elment egy gazdag világba, ahol még sokkal gazdagabb volt, és annak a gazdagságnak, annak a kultúráját visszajön, és visszavetíti arra az országra, ami... Igen, de én azt gondolom, hogy most olyan vádat fogalmaz meg, amit ön megfogalmaz, és ami nem volt feltétlenül jelen. Amikor én időtlen reménytelenségről beszélek, egy olyan fajta elhanyagoltságot vázolok fel, amelyet saját magunk okozunk saját magunknak. És ehhez nem kell Luxemburgból hazajönni. Nem lehet összehasonlítani Luxemburgot, Párizst, nem lehet összehasonlítani Magyarországgal, ahol azok az emberek élnek most idősek, akik valamikor elképesztően más világból nőtek fel. Velem együtt, mert mi körülbelül egy idősek vagyunk. Lehet. Nem tudom ezt, nem tudom értelmezni. Hát én gyakorlatilag egy faluba töltem fel, ahol itt most egy lordbatyás erek. Ma, ha ilyen képeket elrettentő képnek mutatnak a tévében, rádióban. És jól éreztük magunkat, és abban töltünk fel. Azóta megöregedtem, fölneveltem 3 gyereket diplomáig, de nem tagadom meg azt a múltamat, ahonnan indultam. Igen, de valami olyasmit vonatkoztat magára, ami az előbb nem szól, ami az előbb nem hangzott el. De tehát elhangzott az, hogy Magyarország nem fejlődik, vagy hát nem ért el azt a szintet, mint Luxemburg. Ilyen mondat szerintem nem hangzott el. Arról beszélt, hogy egy lakótelepen látta kijönni az embereket, és elszomorodott a kettő együttes látványától. Ha lakótelepen járok, nem kell messze menni, itt mindjárt Békésmegyeren van, én se vagyok feltopva. Hát nem, de Pozsonyban se lennék feldobva a pozsonyi lakóteleptől. Fogalmam nincs, hogy Luxemburgban van a lakótelep. És valószínűleg Párizs külnegyedében, ahol alapvetően vendégmunkások vagy bevándorlók laknak, ott se lennék elragadtatva. Magára húz valamit, ami egyébként, ha nem inge, ne vegye magára. Ebből az utcából már nem fogunk kijönni, ahhoz nagyon rövid idő van hátra. Jó reggelt! Jó reggelt! Fischer Péter vagyok. Egy kis történetet szeretném megosztani a múlt hétről. Egy-két napig a cégnek egy közös autóját használtam, amikor felismertem, vagy észrevettem, hogy a belülről nézve jobb alsó sarokban a szélvédő ablak sérült valami kőfelverődés miatt. Vannak olyan cégek, akik arra szakosodnak, hogy ezt betömik valami ragasztóval, és utána az egész biztosítási ügyintézést el is végzik. Ez meg is történt, és ki kellett tölteni egy bejelentő papírt. És a bejelentő papíron azt a részt, hogy hol történt a baleset, én azt üresen hagytam, mert fogalmam nincs, hiszen az autót már úgy kaptam. Igen. És ezek után felhívnak, hogy oda be kell írni valamit. Hát mondom, de nem tudom, hol történt. Akkor írjam be, hogy az N0-áson történt. Mondom, de nem tudom, hogy az N0-áson történt-e. De hát írjak már be valamit, mert oda muszáj beírni valamit. És nem is értették, hogy én nem akarok oda beírni valami olyat, ami velem nem történt meg, amit persze megtehettem volna, és valószínűleg 100-ból
lehet, hogy 1000-ből 999 ember megteszi, és akkor arról a kis pontról nem is beszélek, hogy választani kellett, hogy én vagyok a felelős, a másik fél a felelős, vagy mindketten felelősek vagyunk. Szóval felhívtam a biztosítót, ahol ott is nem értették a problémámat, de amikor azt kérdeztem tőlük, hogy és én most hazudjam azt, hogy az M0-áson volt, akkor az ügyintéző kapcsolt, és azt mondta, hogy hopp, ja, ne ilyet, ne írjon le, akkor írja le, hogy mikor vette észre és hol. De maga ez az egész gondolkodásmenet valahogy annyira beleivódhatott az emberekbe, hogy én ezeket a kis dolgokat most kezdem valahogy észrevenni, részben talán ennek a műsornak a segítségével is. Értettem, volt rossz példa. 061-712-42. Néztem Kövér Lászlót és Gyurcsány Ferencet, épp hogy elcsíptem, mert mindenfélét csináltam. De Kövér László rászólt Gyurcsány Ferencre a felszólalása után tegnap a parlamentben, hogy végighallgatta, de legközelebb nem fogja végighallgatni. Egy megszeppent kisfiú ült ott Gyurcsány Ferenc esetében, valószínűleg a zavar látszódott rajta így. Nagyon beszédes volt. Egyrészt, amit mondott, az nem volt igaz. A mögöttes tartalmát tökéletesen értem, de rossz formát választott hozzá. A képe pedig valamiről árulkodott, ami a szövegében egészen másféleképpen hangzott el. És még miért félreértenének, nem lettem Kövér László hívő a Bayer Zsolttal folytatott beszélgetése után végképpen. Meg hát permanensen azon gondolok. Jó reggelt! Jó reggelt! Velem egy, hát elmondom, egy röviden nagyon furcsa esett meg. Kaptunk kb. Másfél hónapja egy értesítést a rendőrségtől, agárdi kapitányságtól, hogy valami szabálysértési csalás ügyben menjek be. Hát egy hónapig szorongtam, lementem. Hát tényleg. Hát. De figyelj, azért zseniális, mert könnyen ugye arról van valószínűleg szó, hogy ön tudta, hogy milyen történet, mi volt, tehát milyen... Hát nem, én egy hónapig gondolkodtam rajta, hogy mi lehet. De, mi volt a szó? Szabálysértési csalás. Igen, szabálysértési, tehát valószínűleg, tehát ugye ön is olyan, hogy semmit nem követett el, de azon gondolkodott, mint valami gyerek, hogy az édesanyja az mind csíphette utólag fülön. Igen. De ez, azért nagyon fontos, és hogyha hosszabb beszélgetést folytatnánk, és látja, itt lehet tetten érni valamit, hogy vajon miből adódik az, hogy aki például ajánlott levelet kap, hogy ez korosztályi kérdése. Ez korosztályi kérdés szerintem, én a határon is még szorongok, pedig már hatás. Igen, igen. Na, tehát bementem, és álmomban nem gondoltam, a kérdező február 20-án tankoltam az önfaunál a Kocsopongászúton, és egy 20 000-esre fizettem, és állítólag a ÖNFAU szerint többet adtak vissza. És én elmentem, mert hát begyűjtöm a zsebbe, 6000 forintról van szó egyébként, és ők följelentettek csalásért, mert én állítólag többet adtak vissza. De nem adtak, mert én a benzint meg egy matricát vettem, tehát igaz, hogy nem számoltam meg, van felvétel, és ott látszik, hogy visszaadtak valamennyit, és zsebre vágtam, azt elmentem, nem számoltam meg. De ezért följelentettek csalásra, és mérlegelik, hogy bizottsági ügyet csinálnak belőle. Holott, hogy a pénztári távozás után már azért nem reklamáció nem igen van. Kettő, én teljesen vétlen vagyok ebben, mert hát látszott, hogy nem direkt csaltam ki tőlük 6000 forintot, hanem oda mentem, aztán fizettem. De ezért egy hónapig ültem a fenekemen, és gondolkodtam, hogy mit követhettem el. A rendőrnő is egy kicsit szabadkozott, de hát neki ez volt a dolga. És mi a folytatás? Egyre majd visszaküldik a 8 kerületbe, ott tették a följelentést, és majd a 8 kerület eldönti, hogy bírósági ügy lesz, vagy megbüntetnek, vagy felmentenek, vagy ejtik az ügyet. Zseniális a történet.
Igen, ilyet még nem is olvastam még ilyet, tehát hogy egy benzinkút... Nem is kell, hogy olvasson, hát az, hogy egyetlen ilyen van, tehát hogy az embernek meg kéne számolnia a pénzt, mert ugye azt már tudom, hogyha egyébként egy bankban, egy bankautomatában van pénz, amit nem én vettem ki és elrakom, akkor az lopásnak az számít. Hogyne. De az, hogyha önnek valaki rosszul ad vissza, akkor azt... önnek észlelnie, tehát, hogy önnek lenne olyan kötelezettsége, hogy ott helyben megszámolja... Nem, nincs, de jeleztem, egyébként visszaadtam az időt, tehát nem tűnt fel, hogy több a pénz, de a videón is... Tehát tételezzük fel, hogy több volt a pénz. Vajon fel, akkor ön mit követett el? Ezt hát ez az. Nem tudom, a család semmiképpen sem, mert ott valami szándékosság, meg valami feltételezhető, ha már ugye a gyanúd, én vagyok jogász, mint ön, de hát a család az feltételezhető. De hogyan jöttek rá a benzinkúton, hogy pont ön az? Na, ezt se tudom, egy. Mert ugye percenként jöttek az emberek és fizettek, kettő. Az autóm nem mentem, nem az én nevemen van. Tehát, és nem keresték meg az autó tulajdonosát sem, hanem csak egyszer nekem jött az idézés. Holott, mi alapján, akkor mi alapján azonosították? Hát gondolom a rendszám alapján, csak aztán miközben az, hogy én vezettem, de azt nem tudom. De nem azt mondja, hogy nem az ön autója, és a tulajdonos nem keresték nem. meg, akkor hogyan találtak őre? Elfejezettem megkérdezni a nagy megrökönyönésben a rendőrt, hogy most a később jutott eszembe, hogy jutottak el hozzám. Tehát, hogy nem és az valójában nem ezen a mi volt a műfaja, amikor ön találkozott? Idézés, eljárás alában személy lettem, ezt írták. Oké, és nagyjából föl tudja idézni a beszélgetést? Hogyne. Mennyi ideig tartott? Hát ugye 20 perc, 25 20 perc. 20 percig ilyen. Mit lehet erről beszélgetni? Hát, hogy egy CD-n kapták meg a felvételeket, és azt mire beindult a rendőrségi számítógépen, az volt 10 perc, és többször kellett nekifutni. Mit és látott? Valóban az, hogy oda megyek, fizetek, én nem vettem, hogy a 20-as volt egyébként, azt megírták a nő, a feljelentők, majd benyúl a nő a kasszába, visszaad egy összeget, ami nem tudni mi, mert hát egy felvétel is elég szar minőségű, majd én elrakom és elmegyek. Ennyi történt. Magyarul maga a felvétel a semmire se bizonyíték. Hát nem nagyon, mert ráadásul két cetlit volt, az egyik a számla, a másik meg, hogy aláírtam a pályamatricát. Jó, de magát a pénzjegyeket nem lehet felismerni rajta. Nem nagyon. Én kiszámoltam, ugye 6030 forint volt a tankolás, és 3900 a jegy, azt hiszem a matrica, tehát ez 10-zel azt mondta, tehát 10-zel meg valamennyit kéne visszaadni. De volt rajta bankjegy, tehát nem aprót adtak vissza, biztos, de hogy mennyit, az, és nagyon gyorsan történt, mert kivette, vissza, odarakta, elraktam, és már húztam is el. Tehát most van, aki számolgatja, meg van, aki még bőle a kutyába is. Igen, van, aki. Igen, most pont ezen gondolkodtam. Mit te kérdeztek öntől? Hát, hogy én elkezdték mondani először, hogy maga tankolt, és ott elmondta, hogy hol, és akkor hogy nekem ugye az jött eszembe, hogy nem fizettem volna, de ilyen nincsen, mert hát ilyet az ember nem csinál. Igen. Normális ember, és mondta, hogy nem erről van szó, maga nem hibás. Hát mondom, akkor miért vagyok itt? És akkor mondták, mert szerintük többet adtak vissza, és én azt eltettem, és elmentem. És hogy ezt bontolgattuk. De mondta, és de akkor ezt még mit lehetett bontolgatni? Tehát egy kérdés, hát egyvel... Hát hosszabban, hogy akkor írjunk, beírjuk ezőkönyvbe, hogyha valóban többet adtak vissza, akkor visszaadja. Mondom, ne írja bele, mert nem adtak vissza többet, kettő, kikérem magamnak, hogy engem gyanúsítgattak, eljárására vannak, és csalásig följelentenek, hogyha ők hibáztak. Szóval ezt nem nyerem le. Az a minimum, hogy nem adok vissza semmit, bár 6000 forint valószínűleg engem se vágna a földhöz, meg de nem biztos, hogy jár nekik, mert ez nincs bebizonyítva. Ha már így szemétkedtek, akkor egyék meg. De nem is értem, hogy 6000 forintért, amikor a Károly egyen benzinkútnak naponta sokkal több szerintem. De mikor jöttek vajon rá? Hiszen akkor, amikor történt, akkor nem jöttek rá. Utána végignézték ők a felvételt, és... Nem tudom, hogy miért pont nálam akadtak fel, fogalmam nincs, mert előttem, mert a felvétel az egy órás, és abban nagyon sokan rajta vannak. És akkor odaírták, hogy 6 perc, vagy a 16 perc 42-kor vagyok én. De saját magát felé fedezte? Igen, hát ott magamat megismertem. Nem volt furcsa érzés? De láttam, hogy felül elég össze a hajam. Ezért meglepődtem. De egyébként nem. Egyébként persze fizettem, egész jól néztem ki, tehát magamhoz képest. Nem volt semmi gond, még maszkos idő van egy ugye. Történet, de most már nem fog hozzá kezdeni, már holnapra marad, amikor ilyen
kamerák által figyelt kép, vagy kamerák által figyelt terület miatt jártak el hatósági emberek, de nekem, én például egyszer valami rendőrségi vezetővel, tehát nem hiszem, hogy érdekelene, de tévében nagyon szívesen megmutatnám azt, hogy ön közlekedik a városban, és hogy ez egyébként hogyan után követhető. Hogy most hát legálisan, nem legálisan, nyilvánvaló, jobb lenne, ha legálisan, de hogy egyébként ezek a térfigyelő kamerák, ugye ez a nevük, hogy ezek egyébként önt mennyire tartják számon, és mennyire lehet egyébként önt konkrétan kivenni a tömegből úgy, hogy egyébként követik reggeltől estig. A filmek alapján, ugye az amerikai filmek, meg magyar filmekben is szinte mindenhol vannak, tehát zakatag kiszaggatott kiszaggatása, de abszolút nyomban követhető mindenki már. Jó, csak a felvételről jutott eszembe. Eszébe jutott-e az, hogy elmegy a benzinkútra? Igen. De most az a baj, hogy akkor a vérmérséklettől függően kiabálnék a végén, és akkor nem vennék ki, már most kultáltam megkérdezni, mi jelent föl, nem maga elvette, de nem figyeljen, vette. Figyeljen, ha megbeszélünk egy időpontot, én elkísérem. Jó. De jó. Most nem vicceltem. Jó, meg fog lepődni. És akkor én megígérem önnek, hogy amikor látom önön, hogy megemelni a hangját, akkor megrángat. Tudni, az a helyzet, hogy én valószínűleg elmennék, mindenki lebeszélne róla, de az egész igen. Életem arról szól, hogy ezt az ember tisztázni akarja. Szerintem egy olyan pasas, mint maga, aki ezzel így foglalkozik, akkor önnek akkor tiszta a lelkismerete, hogyha ezt megcsinálja, még akkor is, hogyha más ezt fontoskodásnak tartja. Ha netán ellen bizonyítékként akarnák felhasználni, akkor pedig én hát annak függvényében persze, hogy mit fogok tapasztalni, tehát jól kell, hogy viselkedjen, vagy rá kell, hogy bírjam, hogy jól viselkedjen. Elkísérem, ha ír a dörö.fialajanos@gmail.com-ra, és megírja a telefonszámát, akkor én föl fogom önt hívni. Ön merre felé lakik csak nagyjából? Pest mellett, de járok arra. A Kacsó-Pongrác az ott a Róna utca, vagy most hol vagyunk? Nem, ez az M bevezető szakasz, M3, vagy M1, nem tudom, melyik megy Miskolcra. Az az M3, igen. M3-nak a bevezető szakasz, jobbra egy nagy sövény van, és de akkor... De most merre megyünk, kifelé vagy befelé? Kifelé. Kifelé, igen. És van egy kis rés, oda be lehet menni, ott egy olyan fakult, és akkor azt mondta, tehát ez mindjárt pálya szél. Igen, nagyjából elég ismert kút, igen. Jó, rendben van. Jó, oké, írok. Köszönöm szépen. Köszönöm, viszont ez biztos, hogy nem tud megvalósulni, hogyha nincs betelefonálás, ma egyébként nagyon. Tehát én azt gondolom, hogy most egy időre a Kejfej Jancsinak a lényege az ebben van. Ráadásul úgy, hogy nem elméletieskedjük túl. Tehát nem írunk róla egy rezümét, és nem mondjuk meg, hogy ezt a Fidesz számlájára írjuk. Majd jön a Filippov, és akkor az Egyensúly Intézetbe kitalálja, hogy hogyan lesz nekünk jobb. Csak sikerüljön neki. 061-712-42 először. Nulla. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Volt egy macskamentésem és egy letartóztatásom az Őrsvezértéren. Volt egy micsodája? Az elsőt mi volt? Az első? Macskamentés. Ezt értettem, de mi az, hogy macskamentés? Hát az, hogy amikor az ember ott áll egy ezért lakótelep közepén egy pici kis cicával, és próbálja fölhívni a mindenhonnan, mindenki ment, mindent, és mit találok? 1%-ot kérnek. És nem találok egy ezért. Nem találok egy olyan telefonszámot, ami segítene. Miben? Hát, hogy a cicát ezért megmentsük.
Mi baj a cica? Hova vi? Mi baj a cicának? Most már semmi, mert megoldódott az a dolog. Elmenj Gyömrőre. De honnan lehet tudni, hogy a cica ott nem volt otthon? Tehát nem lehetséges, hogy sikerült elvinni egy cicát Gyömrőre, miközben ő ott volt otthon az ősvezérterén. Nem volt otthon a cica, mert másfél órát vártam, hogy anyamacska vagy bárki megjelenjen. De lehetséges, hogy az anyamacska önnel nem akar találkozni? Hát, ott volt mindenki, aki a környéken volt, mindenkit megkérdeztem, hogy hol van ez a cica. Jó, ha találkozom az ősvezértéren egy macskával, amely aggódik a gyereke miatt, akkor majd összehozom önnel, és akkor majd megmondja, hogy Gyömrőn hol van. Kivel beszélek? Bocsánat. Nem tudom, én kivel beszélek? Én Sanyi bácsi vagyok. Én meg Fiala János. Ah, de fura a hangja ezért a telefonba. De még kit hívott? De magát akartam egyébként. Sikerült. dörö.fialajanos@gmail.com. Ha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk.